Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! Mi van Ákos? Ne magyarázzá! Hello, hello! Ákos, ne magyarázzá! Jaj, de megijedtem! Hello, hello, hello! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello! Jó estét, sziasztok! Na itt a szemüvegem is szuper! Hello, hello! Sziasztok, jó estét! Jaj! Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek! Jól vagyok, köszönöm szépen Benjamin, remélem te is! Hello, hello! Végre új autó, így van! Mi lesz itt már megint? Hát óriási RP lesz már ma! Óriási, voltam fodrásznál. Hello, hello. Sziasztok. Hogy haladunk a házzal? Megrendeltem a nyílászárókat. Nyomjuk. Hello, hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Mondjatok. Ja, izgulsz? Izgulok, igen. Jó volt a mai videó, örülök neki. Pacek a stíl, köszi a Tex. Köszi Bendegú, sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Az új autó van itt ragacs? Köszönöm szépen Nagy Judit! Ne haragudj, kedves Judit! Késtem, tudod mi? Késtem! Elmondom! Kiborítottam a forradbort az asztalon. És a billentyűzet meg az egér is tiszta olyan lett. Köszi szépen, Szandi! Úgyhogy ja, a fater csinált forradbort, ide készítettem, aztán kiborult. Köszi Bogi. Úgyhogy ez az igazság. Ezért késtem, mert most törőgettük fel a Nikibe. Köszi szépen. Hello, hello, hello. Finom volt? Tehát most a Nikiét iszom. A Niki odaadta az övét, hogy azért jusson. Köszi András. Hello, hello, hello. Komoly lett az új autó? Igen, meglátjuk, de Székely Szilárdhoz fogunk először menni. Úgyhogy, ja. Ez live elnézést? Ez live? Ez élő? Köszi szépen, Gyula. Hát igen, karácsony körüli azt szoktuk inni, forradbort, jaja. Abban nem sok alkohol van. Hát van benne, de nem olyan sok kiégetik belőle. Hello, hello, sziasztok. Vékonyabb vagy, vékonyabbnak tűnök, amikor le van vágva a hajam amúgy. Én ezt vettem észre. A magyar szeróra Nimród szerintem januárba kezdünk, jó? Heti menetrend még holnap lesz live, de nem RP. RP idén már csak 27-én lesz ezen kívül. Hello, hello. Holnap moderátorokkal játszunk, illetve a kutyuliékkal. Úgyhogy, ja. Izgalmas napot hoztunk el nektek, máma, így van. Reméljük, hogy jó lesz. Hello, hello, hello. Mit csináltál ma? Várjuk a karácsonyt, ajándékokat csomagoltunk ma. Jézuska megkért, hogy csomagoljuk be az ajándékokat. Úgyhogy ez volt ma. Majd meglátjátok az autót, jó? Lehet, hogy az autót nem is látjátok, a Revohasitra megyek, így van. Meglátjuk. Sziasztok. Szép napot, mit szeretnél? Jó napot kívánok, mit szeretnélek? Az arcom ma nem fáj. Ma nem. Na. Szóval, a négyen már bejelentkeztünk. Jó. Oksika. Jó. Nagyon jó lesz a mai nap. Na, szóval azt akarom mondani nektek, kedves nézők, hogy itt ne akadjatok ki a csetel, hogy én hogy döntök. Jó RP-t hoztunk nektek máma. Na, örülök Kevin Ágoston. Sziasztok. Igen, van tehetségkutató a Discordomon, megtaláljátok a tehetségkutató szobában, moderátorok majd linkelik, és hogyha valaki rajzol, vagy fotózik, akkor ahhoz videós bizonyíték kell, mert le lehet tölteni bármilyen képet ugye a netről, csak azt fogadjuk el, aki csinál róla videót a rajzáról. Hello Ferenc, köszönöm szépen. Ferenc, rég láttalak, mi újság? 26 éves vagyok. Majd meglátjuk, Bobber, meglátjuk.
Meglátjuk, meglátjuk. Úgy is kiakadnak. Igen, a chat ki fog akadni biztos, de lehet, hogy tagcsetet kapcsolok majd. Majd kiderül maja. Hát ja, így van. Max nem ért mindenki velem egyet. Így van. Hello, hello. Az autót majd meglátjátok, jó? Még foly, tiszta forradborszak van itt most az asztalon. Szia Jani, hello, hello. Jó a fejhallgatott, köszi. Köszi, köszi, most kaptam. Nemrég, szia Peti. A tegnapi live már elérhető. Mikrofonnal vertem le amúgy a forradboromat, itt a mikrofon zsinórjával. Ennyi, már hétre megyünk a Szilárdhoz, de 45-kor megyünk fel a szerverre. Így van, András. Szép estét. Várjatok, mert valamit írnak itt a Cyber Church-eszék. Ezt majd ők meg... A telefonom lemerült, és ilyenkor az órámon nézem. Végre szünet. Így van, hónaptól nem kell suliba menni, ugye? Dolgozni kell még? Péntekig? Ma balhé lesz, óriási balhé lesz. Óriási balhé lesz. Nem tudom, hogy fog ki, hogy fog alakulni, de... Ja. Sziasztok, sziasztok! Lelövöd Matulát? Nem lőhetem le a rendőrségen. Ma dolgozunk utoljára. Valaki ma dolgozik utoljára. Atesztak már múlt hét óta nem kell. Rich 23-áig nyomja. Valaki bezárt, mert sok a beteg. Nem semmi. Kitartás nektek. Kitartást. Valaki kellhet háromkor. Márk Jónás, kitartást. Sziasztok. Nem irigyellek, Maja. Meg péntekre szóval a két ünnep közötti szóval behúztam. Hát András, nem irigyellek. Szombaton is mész, még 24-én is. Ákosék? Hát Ákos nem hallott, hogy kiabál, valakivel játszik nagyon. Hát mész legálba? Ki fog derülni ma mi lesz? Ki lesz borúval cset teljesen? Mondom, azért lehet tagcsetet kell kapcsolni. A majanszosokkal is kell találkozni ma. Hát ha nem csuknak le, vagy nem állok át rendőrnek. Hello, 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 sziasztok. 45 van. 42 van, Linett! Nem tudod az órát? Beteg lettél, jobbulást kívánok. Már most be vagyok fosva. Ne legyél befosva. Halihó, Cső Gábor, sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Aki tag lesz, ő rögtön vissza tudja nézni a streamet. Lehet tagságot vásárolni, ezzel engem támogatni, köszönöm, szaboldi. És a szabok tudnak subgiftelni, köszönöm. Lett most egy új tagunk, lehet, hogy bannolva van, akkor feloldom. Aki bannolva van a chatre és tag lesz, általában a feloldás kap, csak jelezni kell nekem. Gamer laptopon lehet erpizni? Igen, laptopon lehet. Igen. Nálam 2 perc nem számít. Na, ez olyan, mint az asztalosoknál, hogy ott még az 1 cent is számít. Köszi ízt a 3 hónapot, Shady, köszi szépen. TGF-et? Már volt TGF, vannak újoncok. Sziasztok, hol lakok? Baja mellett egy kisfaluban, Rém ez a neve. Rém, de már nem sokáig, majd egy búra, amikkel tudunk költözni. Ingyenes rá, vagy fizetős, mert laptopot kapok. Hát a G5-öt kell megvásárolni. Makaróni, van videóm a témában, hogy lehet erpézni, jó? Írd, hogy Nazdani, hogyan lehet erpézni, mivel valami ilyesmi a címe. És akkor ott elmagyarázom a dolgokat. Lehet, hogy most G2-en olcsóbb a GTA 5. Hello, hello, hello. Abban, amikor a gyerek oda ment. Nem, nem, Máté, nem lett belőle semmi. Úgyhogy, ja. Aztán visszarakták a havat. Remélem, hogy jó lesz a betöltés. Sziasztok, sziasztok. Ja, egy éve volt karácsonyi gyökér sztori. Igen, Zoli, arra emlékeztek a karácsonyi gyökérre?
Aki nem tudná, tavaly volt egy olyan dolog, szituáció, vegyek fel, csak ezt még elmondom, hogy egy apuka rám írt e-mailben, hogy én mekkora egy szemét vagyok, hogy megvette a gyerek a live-jaim hatására a G2-t, megvetette vele, és nem fut a gépen. És azt írta e-mailben, hogy én a karácsonyi gyökér vagyok. Úgyhogy ilyen dolgok vannak. Vállalom! Én vagyok a karácsonyi gyökér. Ilyen történt tavaly. Hello, hello, sziasztok, sziasztok. Még én tehetek róla, hogy nem fut a gépen. Hát ki vagyok akadva. Mit hozott a Jézuskát? Majd hozza, 25-én ajándékozunk mi. 25-én. Fogunk ajándékozni. Na nyomjuk! Köszönöm. Én vagyok a Grinch, így van. Egy éves moderátor vagy a tesz? Köszi szépen. Király vagy. Van új autód? Igen, majd az új autót is megmutatom ma nektek. De először Székely Szilárdhoz megyünk. Szedd alá! Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Jó a zene. Héten, de holnap lesz még stream, csak nem elfér. Utuliekkal lesz enlisted, meg a moderátorokkal valamilyen. Még majd csak beszélgetés, hogy megbeszélünk. Holnap külön kiadás. Karácsony külön kiadás. Nagyon jó, betöltöttünk. Betöltöttünk. Influencer Szilárd. Én meg Influencer Martinez. De mondom ki a hópér. Hello! Hello! Na mi újság? Nyújj már be itt a kabátomba. Jó, belenyúlunk a bajsbetbe. Ma legyen elektromos spóráz a kutyulinak, vedd már. Ne idegesítsé! Na vedd el. Elektromos spóráz? Ah, ott legalul ilyen. Trezor, van. Aha, látom! Na, sokat beszél, akkor... Ne idegesítsé! Ezt honnan szerezted? Van. Jó van, majd kipróbálom rajta. De figyelj, most megyek a Székely Szilárd, az most lehet, hogy nem kéne magammal vinnem, mert át fogja nézni a ruházatomat, ez biztos. Ja, be se jössz? Már mész egyből? Ne, beköszönök egyértelműen. Csak akkor visszaadom, vagy vedd el tőlem, jó? De az 50-es pisztolyt meg lerakom akkor. Jó, akkor itt leakasztam. Sziasztok! Na majd később odaadom, hogy használd. Király, köszi. Itt van a városban. Hello. Ja. Hát csak, nincs kar, nem kell karakter. Hello! Nem kell karakter tölteni. Hello! Hello! Sziasztok! Na a Róka teljesen ki van, nincs egy napig, az be van kábítót szerezve. Na haragudj már, muszáj volt. Mi újság? Jó vagytok? Szarul vagyok jelenleg. Megyek Székely Szilárdhoz, jó? Jó, oké. Okay. Oh, oké, okay, oké. Okay. Jó a buli. Hó, az hello, hogy jelne? Hello, Róka. Na chat, dobjuk fel a csapatot, én azt mondom. Álljunk át Székely Szilárd mellé. Droppalba. Szegény srácokat most fő dobjuk a rendőrséget. Ez a Gedeon! De nem baj, kutyó megérdemli. Gedeon. Húha, persze. Mert azért legyen már nálunk, mert is. Nézd meg! Ja, a micsodához megyek. Jön a fegyverkutárba. Ki mondta? Ki mondta? Kinek az ötlete volt ez? Gedeon, nem hallok téged. De azt hitte be vagy... Várja, mert be vagyok lassúva. Kiöntöttem a forradboromat. Jó, figyelj, itt már készülődük amúgy. Jó van, készüljetek. Meg fogtok lepődni, az biztos. Mi van? Hát nagyon durva dolog lesz máma. Lett egy új autóm, képzeljétek el. Óha. Majd megmutatom nektek. Jól megy a főnöknek, új autó. Jó, ám persze. Muszáj beújítani, hogy a kutyuli autóját lekörözzem. Na jó van, de... Nehogy már ő legyen a helyi vagány. Meg én vagyok. Ja tényleg. Mindig elfejtem szkófra. Valaki a... Martinez, hát hogy tudsz állni? Fegyvereket elvennék tőle. Ja persze. Szóval srácok, akinek nincs pisztolya, az igen, most lett új autó, jöjjön fegyverraktában. Nekem van még sajátból. Még aztán van bizonyos. Jó napot!
Igen. Hello, hello. Szuper. Kell még kaja nekem, ugye? Meg a tabletet leteszem. Ne legyenek nálam. Szegények még nem tudják, hogy mi lesz. Ja. Peti, mit teszek? A tabletet leteszem. Azt mi lesz? Földobsz ma minket, főnök? Hát ez majd még kiderül. Ne aggódják, opasz. Ne foss rá. Ne foss rá, amíg engem látsz. Nem fosok, soha nem fosok, ha itt vagy. Na, várjatok, vesz. Mi kell nekem? Kell nekünk! Nem kell olvasni a csetet! Látsz valami? Tessék? Szerelőkocsit látsz valami? Van szerelőkocsit? Nem, nem látok. Jó napot, Mikulás úr! Hello, hello! Ó, nyalókázok. Na, megtaláltam, jó van. Nyalókázok cset. Bemártjuk őket! Úgy bemártjuk őket, hogy lesittelik az összeset. Kutyuli lesz az első, akit bemártunk. Na szóval, akkor én megindulok, jó? Majd jelentkezek. Mi a rádió? Kopasz, mert akkor majd jelentkezek rádió. 5-6-6. Majd jelentkezek rádió, mondd a többieknek, jó? Oké. Kutyuli hol van? Mondd, hogy vigyen a rendőrségre. Kutyuli, vidd már a főnököt rendőrségre. A Katarinát feldobjuk. Robot chat ki, hogy van, hogy ki van akadva. De hát óriási RP chat, most mit izétek? Na várjátok már ez a srác, ma tudunk talizni? Nem ígérem, de igen, meg fogom venni. Jó. Ki meg borulva a cseten néha, de arra gyorsak vagytok. Na, szótlan vagy, Mátinez. Mi van, készülsz a halálodra? Kicsit szomorú vagyok, hogy őszinte legyek. Nem. Miért? Nem mondom el neked, nem avatlak bele a részletekbe. Hát akkor nem érdekel. Hát úgy cizzátsz, ha nyugodtan, majd kigyógyulsz belőle. Na figyelj, dobja a rendőrségre, jó? Na de, mi a bajod? Volt bár meg. Bárja, letettem a fegyvert, jó. Nem tudom, ti is összeteszitek a cuccot? Micsoda? Akkor ha összeteszitek a szivatagi ruhát Huanben, akkor menjtek a rendőrség melletti ruhaboltba. Jaj, jó, oké. Akkor hát oda mehetek védeni a srácokat, mert nem nagyon kérem azt, hogy szét... Szabadulnak szebb biztet osztani évvégére, karácsonyra, köszi! És akkor amint megvan mindenki átöltözésével, mindenki hazajön, és akkor mondom a tervet. Nem kell itt tervezni, nem kell. Mi a rádió? 566? 566, igen. Jó, majd jelentkezek, hogyha... Figyelj, olyan tervet eszeltük ki. Majd te téged szállítani foglak, akkor majd... X-et, tudod, így hajtsd a fejedet, oké? Okay. Tudod, tartsz hosszan az X-et? Vágom. Vág, oké, okay, jó, húzd le vagy fejedet, jó? Jó. Na, Mátyid, ez akkor jó van, figyelj, még elmegyek mosdóba itt hátra, bokorba, mert még nincs 7 óra. Mindjárt jövök. Kutyuli, szerettelek, örülök, hogy ismerhettük egymást. Jó legyél. Mi az ismerhettük? Ki leszel mentve, de szarjál! Ki leszek mentve, de elárulom őket, akkor hogy menteni neki? Hát nem, nincs kit kimenteni. Na, hát elmegyek mosdóba, jó? Elmegyek mosdóba. Mindjárt jövök. Maszkot levesszük. Szép napot. Jó napot kívánok. Pozitív. Még nem tudjuk, serikkalja. Még nem tudjuk. Na, de azon gondolkoztam, tisztelt hogy tagcsetet kell kapcsolnom, mert meg fog utálni a cset. Úgyhogy... De hasonló ruhában úgyhogy, van, még lehet, nem hogy szólalt lesz. Meg, illetve nem mutatkozott meg. Jó napot! Hát azért nem mutatkoztam, hát nem látták, hogy pisilok. Hát jó napot! Jó napot! Pozitív, érkezett.
Jó napot, itt vagyok, igen, csak pisilom kell, bocsánat. Megyek, Székelyszilárdon ben van? Megérkezett Márcin ez úr. Igen, bent van. Jöjjön utánam, uram. Hát a csehetet ki van borulva már most. Elkísérem az irodába. Köszönöm szépen. Igen, volt. Könnyűk meg a... Jajjajjajjajj. Új cím, a nagy árulás. Ezt kellett volna adnom. A moderátorok nem bírják, szegények. Le is zárták a rendőrséget ezek a kis cukik. Izgulok. Nem kacsogta a csetet, ha nem vagytok kiborúva. Rendben uram, itt a telefonját, rádióját el szeretném kérni. Rendben van. Átadom. Tessék. Köszönöm szépen, igen. Lett egy új tagunk megint, de valamiért nem jelzi a chat, valószínűleg bannolva van. Na, nem, kiírta. Kostner Kevin, köszi, kiírta. Jó. Késik. Miért árulom a saját maffiát? Kimaxoltuk, srácok. Kimaxoltuk. Az én életem fontosabb. Köszi a Revo harcos a 8 hónapot. Köszönöm, leülhetek? Na erről beszélek, Máté Jakab kommentjére beszélek, hogy ezért lesz tag chat. Ezért lesz tag, Máté Jakab hasonló kommentek miatt. Köszönöm. Hogy tetszik lenni az úr? Jól vagyok, köszönöm szépen, kicsit szomorú vagyok, de... De nem... Nem a legjobban vagyok. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Székely Szilárd úr, már nagyon vártam magát. Köszi Ferinek! Elnézést, a mai napon nem vagyok valami jó kedvemben. Hát én sem, hogy őszinte legyek. Az év után, hát idén találkozunk utoljára, Székely Szilárd úr. Ezért ilyen szomorú. Nem csak ezért. Hallgatom, öntse ki a szívét. Még nincs 7 óra. Akkor menjen ki a PD területéről addig is. Bugatti dandártábornak nem lesz itt hadnagy, vagy? Most akkor Bugatti dandár, vagy hadnagy? Hát hadnagy, elfelejtettem, hogy hadnagy. Na ez a probléma, hogy mindenkinek úgy köszön be, úgyhogy most ja. Már. Nem lesz itt, hát mondta, hogy nyaralni van. Ja, elment nyaralni. Emlékszik rá, Mártin ez úr? Na, nem. Csak az, hogy ő dobta fel az ötletet, hogy ma mi lesz. Hát... Nem, téved Mártinez úr, az ötletet nem ő dobta föl, hanem ő szólt el magát. Értem. Emlékszik, hogy mit mondtam Mártinez úr? Emlékszem. Ez lett volna a karácsonyi ajándéka, csak hát sajnos Mártinez úr, vagy Mártinez úr, Bugatti úr elszólta magát. Értem. Jó, hát akkor várjunk még 10 perc. Várjunk, mert ezt fel kell dolgoznom nekem egy kicsit. Nagyon hosszú, álmatlan éjszakáim voltak ezekkel kapcsolatban. Figyelj, Mártin, ez én mondtam önnek, hogy ez egy nagyon komoly ügy, ahogy eddig is mondtam önnek. Volt ideje Feri, egy hete. Feri, kettőt küldtél, vagy bebagolt? Hogy átgondolja, hogy mit szeretne az életével kezdeni. Természetesen, igen. Múltkori alkalommal jó elrögcséltünk, meg viccelődtünk, hogy milyen pici, meg ilyesmi, tudja. Most nincs abban, nem vagyunk abban a helyzetben. Ez a nap, ez egy komoly ügy. Ez az országomnak is, a városomnak is nagyon lényeges döntést hozhat a városlakók számára, hogy ön mit fog dönteni. Rendben van. Ja, ez egy egyórás megbeszélés lesz, ugye? Ezt említette. Hát igen, de aztán számoltam itt a perceimet, ez lehet, hogy 2 óra lesz. Micsoda? Te jó ég, hát meg az új autómat meg akarom nézni, amit vásároltam. Jó, hát csak vicceltem, Mártin. Ez attól függ, hogy mennyire húzzuk el az időt. Mert ha ön akár 10 perc alatt lezavarja, és én nekem több kérdésem nincs, akkor azt mondom, hogy én tovább engedem. Jó, rendben van. Egy konkrét tervet is hoztam ennek. Várjon, mert még a mondatot nem fejeztem be, Mártinez úr.
hogy ugyebár akár 10 perc alatt is lezavarhatjuk. Remélem Martínez úr érzi a súlyát, hogy most mit fogunk tenni. A PD területe le van zárva. Önnek telefonját, rádióját elvettük. Természetesen. Nem szeretném befolyásolni a döntését, de biztos vagyok benne, hogy jó döntést fog hozni, és mindjárt meg fogjuk önt hallgatni. Addig is egy kollégát meg szeretném, hogy egy kávét vagy valamit hozzon Martínez úrnak, nekem meg egy teát, mert mindjárt rosszul leszek. Annyira izgalmas a helyzet. Martínez úr hány cukorral kéri a kávét? Én 2 cukorral és tejporral kérem szépen. Rajonban egy pillanat. Zagottan fújja ki a levegőt, Martínez úr. Oké. Ne feszülködjünk, semmi értelme nincs annak, hogy rá izguljunk a helyzetre. Én tudom, hogy egy nagy döntés az én életében, és mindjárt a kis kávé és a tea után elszűrcsölgetve megbeszéljük ezeket a néző dolgokat. Biztos vagyok benne, Martínez úr, hogy ön is készült a mai napon, hogy esetleg nem olyan döntés hoz, amit én elvárok öntől. Így van. Úgyhogy ezért... Mindent mérlegeltem. Így van, elhiszem. Még egy kicsit tartsa magában a helyzetet, jó? Lehisz! Vigy el, hogy kell az a kávé, nekem meg az a tea. Ez a... vagy mi ez? Ez a tutti juice, vagy mik vannak itt. Igen. Cset, izgalmakat hoztam nektek mára, így évvége fele. Ami szeretitek az RP-émet, de tudnotok kell, hogy lehet, hogy nem úgy döntök mindig, ahogy a chat akarja. Hogy ez miatt ne haragudjatok már rám. Ezt Martínez finál, nem mazdani. Köszönöm szépen. Legyen tánc. Kollega is, én nekem a teám. Jó. Aki nem tudná, itt a rendőrség választás elé állított. Tudja jól maga is, hogy narancsosan szeretem. Hogy én elárulom a csapatomat, feldobom őket, és átállok a rendőrséghez. Hogy 3 cukorral is vízzel. Le életfogytiglarra. Mert az lehet, hogy ön nem ideges, de ha én ideges vagyok, az senkinek nem jó. Akkor, hogy addig kicsit feszültséget kell mellékeljen, Martínez úr. Nem tudom, milyen állapotban van. Feszült vagyok. Rég voltam ilyen feszült, az az igazság. Nem szoktam ilyen feszült lenni. Figyeljen, én se aludtam egyébként, de nem azért, mert hogy ilyen helyzetbe hoztam önt, hanem azért, Martínez úr, mert sajnos ez egy olyan... Csetet kapcsolok, mert már most nem bír magával cset. Várjátok, hol kell? Tagok. Moderátoroknak ennyi, kicsit könnyítjük a munkáját. Kérem 2 percenként a PD lezárását, köszönöm szépen. Megkérném az összes rendvédelmi szerb tagját, a serifektől kezdve, hogy érkezzenek a PD-re, köszönöm szépen. Teljes felkészültség kell esetleges támadások ellen. Köszönöm, vége. Tájékoztassák a serif kollégákat, megkérem a serif kollégát, aki a rádiónkon van, hogy azonnali hatállyal tájékoztassa a serif kollégákat, mind az összeset. Jó, várom önöket. Köszönöm. Zero, hát kimaxoltuk, miről beszélsz? Az új autót azért még megnézzük ma. Köszönöm a teját, meg is iszom itt egy pillanat. Én is megiszom a kávét, csak nehogy megfosasson, mert fú, megszokott. Hát, Martínez úr, csak jócskán. Semmi gond, próbálkozzon, próbálja e-mailben, akár telefonon keresztül, értesítésben, jó? Ön tudja, ön a serif kollega, hol vannak a kollégák, köszönöm. Jó. Martínez, kezdjük akkor, jó? Jó, kezdje nyugodtan, Székely Szilárd úr.
Martínez úr, ugye bár amikor elköszöntünk... Igen. Akkor, ugye bár... Arra a kérdés elé állítottuk önt, vagy ahhoz a kérdéshez állítottuk önt. Ha elfelejtette volna, de biztos vagyok benne, hogy ebben a helyzetben nem felejthet el ilyen dolgot, mert ön is tudja, hogy van elég komoly helyzetben, elég rossz helyzetben van. Igen. Az a kérdés, az volt a rendőrség kérése, vagy kérdése, vagy lehetősége, hogy ön a mai napon döntést hoz, hogy befejezi az illegális szervezetekkel a kapcsolatot, megszünteti a kapcsolatot, a rendőrséghez átáll, mint rendvédelmi munkatárs, ezáltal a nyilvántartásból örökös törlést fog a hatóság eljárni, amit eddig még nem kapott meg, és természetesen a leghatalmasabb döntés magán volt, hogy a jelenlegi szervezeti tagjait hajlandó feladni azért, hogy ön tiszta lapot öntsön a városunkba. Ezt a kérdést tette fel a rendőrség, és hallgatom az ön ajánlatát. Rendben van. Szeretnék először pár kérdést feltenni Székelyszélet. Ha úgy döntök most, hogy igen, én átnyújtom a családomra az információkat, és csapdát tudunk nekik állítani, akkor ennek mi a menete? Mi lenne a menete? Uh-huh. Mert igazából fegyvertelenül, ugye, amikor ki fognak innen engem engedni, fegyvertelenül az egyik helyre oda tudom őket csődíteni. És simán lefegyverzéssel át tudom adni önöknek. Uh-huh. Ezt tudja jól, Mártin, ezt, hogy beszéltük, hogy ez még maximum, vagy a leghamarabb időszakra azt jövőre tudjuk informálódni. Nem csak azért, mert nincs elég információnk, hanem azért, mert kell egy bizonyos létszám bővítés nálunk is, meg a serifeknél, hogy ezt az önök szervezetét túlhajtsuk, mert ugyebár önök se ketten vannak. Ezt hát azért ön is tudja. És ilyen információk nekünk majd szükség lesz. Hogy mi az ön kérdésére a válaszom? Már mondom is, Martínez úr. A menete az. Természetesen a legesleg komolyabb helyzet az, hogy ön nem mond semmit. Igen. Mert ha ön epaktál bármelyikőjükkel, vagy akár kutyulinak, fokhagymaszagú kutyulinak, vagy akárkinek. Fokhagymaszagú kutyulinak? Igen. Igen. Egy pillanat. Csak a fokhagyma torkónak. Vagy mi volt ez narancshéj? Biztos röhög. Jó. Nem mondhat semmi információt, hogy mégis ezt a döntést hozta, mert ez sajnos, hogyha ez kitudódik, akár a PD részéről, akár ön részéről, akkor ez is sikertelen lesz az jó, akció. Jó, de tisztában van azzal, hogyha engem mindenki enged és nem mondok semmit, akkor nekem ugyanúgy kell viselkednem a csapatommal szemben. Így van, és már erre kitalálta a rendőrség, hogy mit fog mondani. Igen. Ön azt fogja mondani, Martínez, lehet hihetetlen lesz a szervezeti tagjainak, de ön azt fogja mondani, hogy sajnos egy rokon önt felhívta Magyarországról, és el kell utaznia. El kell utaznia. Nem most, csak egy időpont, ugye a jövőre tekintettel önnek el kell utaznia. Ez az időpont, ez velem kapcsolatos egyeztetés. Ez az állat lerpézi, hogy én átmegyek a magyarra. Fog, hanem a PD-hoz fog jönni. És legközelebb, amikor találkozunk, az nem jövő hét lesz, hanem jövőre, Martínez. Mekkora csávó! És amikor fogunk találkozni, én fogom önt hívni. És azon a napon akkor egy... lecsapunk az ön szervezetére mindörökre. És ön azt fogja mondani, hogy önnek el kell mennie Magyarországra. Hogy elutazok Magyarországra. És meg fogják kérdezni öntől, biztos vagyok,
egyedül akarsz menni? Maga azt fogja mondani, hogy igen. Mert olyan tagokról beszél Magyarországon, ahol önről nem tudják, hogy ön illegális tevékenységet. Nagyon, tehát hát ez köszi, ez nagyon jól erpézi. A kérdés az ön szervezeti társait, honnan tudják, hogy önök oda tartoznak? Nem véletlen. Magyarországon is, Magyarország. Illetve Magyarországon nincs kiadatás, ugye? Hiába tudná meg bárki is, nincs kiadatás. Ön nem magyar állampolgár, Martinez őr. Hát úr. Tudom, de ha ott kiderül, és én ott lakok, meg ott oda menekültem idézőjelbe, akkor igen? Nincs kiadatás. Menedékjogot lehet kérni. Hogyha tényleg odáig fajul a helyzet, hogy ez kiderül. Így van, de ugyebár nem Ukrajnából érkezik, vagy bárhonnan, ahol egyébként ön fejére vérdíj van tűzve. Ne felejtsük el, Martinez, hogy az ön fején bár több százezer dolláros vérdíj van, az nem azt jelenti, hogy ön, ha elkapja a hatóság, FBI, vagy valamilyen szervezeti hatóság, ha ön elmenekül. Csak nehogy oda jussunk, hát, hogy ön valóban elutazik, az én megállapításom szerint, és tényleg nem fogunk önnel találkozni jövőre tekintettel. Jól jegyezze meg a helyzetet, és megkérem önt, hogy ne próbáljon semmilyen cselefinte dolgokat előhozni a tarsójából, mert már mondtam magának, Martinez úr, hogy maga egy nagyon rafkós ember. Nagyon rafkós ember. Nem is. Ahogyan is, Székely Szilárd úr. Nem rafkós vagyok, én egy okos személyiség vagyok. Szokták mondani egoizmusnak is. Nem vagyok egoista. Ne, ezt inkább magabiztosságnak mondanám. Magabiztos és előkészült, felkészült minden egyes pont és helyzetre. Már arra is készen vagyunk, ha esetleg ön elmegy, és ténylegesen nem jön vissza, higgy el. Tudjuk, hogy hol fogjuk keresni önt, vagy hol fogjuk elsőnek keresni magát. De hogy térjünk vissza a lényegre. De a mai napon innen ki fog menni. Így van, így van. El fogja mondani a társainak, hogy idén még tudunk önökkel, vagy veletek hancúrkodni, egyéb dolgok. De van egy sajnos, vagy egy sajnálatos döntésem, ami nem befolyásolja az én körözésemet. Igen. Tudom jól, hogy a kettő lehet, hogy gyanús lesz az ön kollégáinak, haverjai, barátainak, de önnek úgy kell a helyzetet előadnia, mert én nem tudok az ön szavával beszélni, önnek kell előadnia úgy magát, hogy tényleg ne essen le. Emlékszik, amikor még az legelején maga sem mondta el, vagy remélhetőleg maga sem mondta el, hogy maga ide köp mi hozzánk? Még egyszer a kérdés, bocsánat. Emlékszik, Martinez úr, amikor megkértem önt a leges-legelső alkalommal, hogy még a barátainak sem mondja. De ez tisztában nem... van azzal, hogy miért kellett, hát nem tudták, hogy miért jövök én ide. Pontosan. Na most ez a helyzet megint, Martinez úr, hogy nekik nem kell tudni, hogy miért fog elutazni. És jövőre tekintettel az első vagy a második alkalommal remélhetőleg velem fog találkozni, és nem a barátaival. Ez nagyon lényeges. És abból az alkalommal én föl fogom magát hívni. Ide fogom kérettetni, nem fog a haverjával jönni, egyedül fog jönni. Teljesen más ruházattal, teljesen más arcszőrzettel, teljesen más. Ez a rendőrségi segítségnyújtással kapcsolatos. A hatóság fog önnek rendezni a személyazonosságát. Akár módosítást is kezdeményezünk, hogy önt ne ismerje föl a volt szervezet társai. És egy lépés a boldogság valaki érti felé, Martinez úr, vagy akár mondhatom úgy is, hogy az új élethöz. Nem semmi, nem semmi. Hát nagyon örülök neki, meg hogy ezt így felvázolt a kedves Székely Szilárd úr. Hasonló dologra számítottam az ön szájából. Valóban megállja a helyét az az állítás, hogy ön egy roppant okos és intelligens ember. Nem hiába ön az egyik vezetője a rendvédelemnek. Nem hiába, valóban. Csak az a baj, hogy biztos vagyok benne, és tudom jól, hogy vannak olyan tagok, szervezeti tagok, nem illegális szervezeti tagok, akiknek már nagyon fáj a foguk rám. Uh-huh. Nem véletlenül, sajnos nem véletlenül kell ezeket a eljárásokat kezdeményeznem, és ön tud nekem ebbe segíteni. És mit mondjuk a csapatomnak? Meddig utazok el? Illetve hogy fogunk lecsapni rájuk? Hogy fog lecsapni rájuk? Nagyon egyszerű a helyzet. Ugyebár azt mondtam a legelején, hogy személyes találkozót nem fog kezdeményezni velük.
Mert ő azt fogja mondani, hogy Magyarországon van. Jobb esetben. És telefonos értekezésbe fogja elmondani, Kutyuli úr, nem tudom, ő a legközelebbi... De ő nagyon jó barátom, igen, igen. És őt mennyire tudja? Egy pillanat. Kollégák, milyen tüzet hallottam, tüzelést? Megkérném a kollégát, hogy a fegyver biztosítását azonnal fejezze be, jó? Köszönöm. Ninja, hiába írod ezt, ha én fel akarom dobni a csapatot, olyan nincs, hogy véletlen tüzel, jó? Köszönöm. Bármilyen információm van kint, mozgás, illetéktelen behatolók, azonnal tájékoztassák, vagy tájékoztassanak, jó? Nagyon komoly helyzetek vannak. Valaki azt mondja, hogy innentől kezdve nem nézlek, Nozdani, mert ezt csináltad. Telefonon fog értekezni a barátaival. Igen. Ön fogja húzni az időt. Úgy fogja húzni az időt, hogy miután, még egyszer elmondom, az első találkozó, vagy a második alkalom, amikor ön vissza fog utazni ide, elméletben, igen, akkor velem fog találkozni. Igen. De közben ön továbbra is tartsa a kapcsolatot a barátaival. Azonosítsák, kérem. Azonosítsák a behatolót. Pillanat, Martínez úr. Oké. Okay. Remélhetőleg ez a mai alkalommal nem szivárgott ki senki részére, semmilyen más szervezeti tagra, mert felkészültek vagyunk a természetesen akcióba. Természetesen nem. Remélem, nem csak öd részéről, hanem az ön szervezeti tag részéről. Az önnek a segítsen, szövetségese ír se, ugye? Nem, egyáltalán nem. Jó. Annyit mondtam, hogy bejövök, mint ahogy szoktam. Uh-huh. Jó. Utoljára kérdezem meg, azonosítsák a behatolót. Nagyszerű. Na, aki behatolt. Köszönöm. Jó, és akkor ott tartottunk, hogy telefonon fogja egyeztetni a barátaival az időpontot, és itt nagyon rakkos helyzetünk van, Martínez úr. Az időpontot meg a helyszínt, és hogy fegyver nélkül jelenjenek meg a helyszínt. Pontosan. Pontosan, de nem is baj, ha nem mondja azt, hogy fegyver nélkül, mert higgy el, a hatóság kétszer annyi lesz, mint az ön tagja, mert akkor ön már fog engem tájékoztatni, mi egyébként személyesen találkozunk, és akkor fogja felhívni Kutyuli urat és társait, hogy megérkeztem, ön vissza a barátaim, stb. Stb. Csapjunk egy bulit, és még hozzá, hol fogunk bulit csapni, Martínez úr? Meséljen nekem, tudja maga. Na hol? Na, hol szokott maga? Ja, hát hát a tekilálába szoktam is szokatni. Ó, de gonosz maga, de gonosz. Ugye, hogy nem mennyire feltűnő, hogy ott fogjam összeírni a bontát. Két oldalról betörhető az ajtó, és már körül is van. Óriási. Mennyire rafkós ez a székely, ez ugye? Ez durva. Na, rafkós. Erre nem gondoltam. Csett, mintha mi is ott akartuk. Nekem egy több oldalnyi dokumentáció van a lakásomban, hogy ezt kiterveljem. Ja, és hogy ez nem sikerülne. Erre is van egy B-terv. De ez majd csak akkor, hogyha már ott vagyunk. Mert előre hiába gondolkozok. Martínez ön egy rossz szót szól, és már akkor futcsolhat a tervem. Egyből jön a C-terv. Igen, erre eddig felvázolta akkor, hogy mi van ilyenkor, hogyha így döntök. De mi van akkor? Természetesen most az A meg a B tervnél maradjunk, de mi van akkor, ha én azt mondom, hogy ezt én nem vállalom? Akkor mi lesz? Kírja a körözést? Van olyan kérdés, hogy nem vállalja? Nincs, csak fel kell készülni, és mindent számítárba kell vennem nekem az ágyamba is éjszaka. Higgy el, Martínez úr, nem fogom egy párnával megfojtani az ágyába. Hát igen, az azért elég kegyetlen dolog. Nem is tudom kicsinálni ilyet. Nem, maga volt. Jó, de az orosz megérdemelte. Uram, nincs olyan tevékenység a városban, aki egy halált érdemelne. Mindenkinek sajnos vannak jogai, így van? Így van, így van. És hogy mi a döntése, hogyha ön nem vállalja? Mhm. Uh-huh. Őszinte leszek, Martínez. Ön kérdezte többször is, hogy meddig kell ezt csinálni.
Így van. Én elárulom önnek. Addig, amíg el nem dönti ezt az álláspontot. Uh-huh. Ha ön most azt mondja, gondolom érteti, hogy miért vettük el az adatait. Persze, persze. Ha ön azt mondja nekem, Martin, ez a mai napon, hogy nem fogadja el a döntésemet, az álláspontomat, sajnos, akkor itt a vége magának. Értem, akkor esít el, életfogytiglan börtönbüntetés érthető. Így van, Martin, ez. Minden bűnöm, amit eddig elkövettem, az alól nincs kivétel, csak is életfogytiglan börtönbüntetésre ítélhetnek. Nincs ha enyhítés, csak, nincs semmi. Ha csak, nagyon lényeges, uram, ha csak elfogadja a döntésem, és hogy mit ajánlok ezért? Új személyazonosságot, új arcot, új gépjárműveket, új lakást, és egy munkahelyet. És ne felejts el, az informát... És büntetlen előéletet? És büntetlen előéletet. Ez lett volna a legvégén, csak még mondtam volna még valamit. Ugyebár, Martinez, és ne felejtj el, és én se feledem el, hogy magának a fejébe marad az információ. Emlékszik? Az volt a legelső alkalommal, az én kérésem, hogy az összes szervezeti tagot, akit ismer, buktassuk meg. Továbbra is ez lesz a célunk. De hogyha az egész akkor... családot akarja, kedves székesszer, megbuktatni, akkor az összeset egyszerre kell lecsapni, ugye a tekila lába. Így van, így van. De ezt nagyon elő kell készítenünk nekünk, hogy ez sikeres legyen. Hú, de gonosz vagyok, te jó. De nem mondott döntés, Martinez úr. Tud ekkora nagyon hatalmas gonosz döntést hozni. Az eddigi felépített életével. Hajlandó feláldozni a barátait. A család tagjai közül olyan személyeket, azáltal ismert illegális tevékenységet végző szervezeti tagokat, vagy esetlegesen riválisokat, olyan dolgokat elfelejteni, ami még egyébként lehet, hogy fel van írva a kis bakancs listájára. Mert biztos vagyok benne, hogy van olyan is. De önnek ezeket mind egyes percét, pontját el kell felejtenie. És hogyha én úgy döntök most, hogy rendben van, elfogadom az ajánlatát, akkor innen kisétálok. Akkor mikor jövőre mikor lenne ez a tekilalás lecsapás? És hogyan terveznénk meg ezt az egészet? Az a baj, hogy a jövőre tekintettel még az is lehet, hogy visszaköltöztetnek a rendvédelmi hatóság bevetési osztályába Magyarországra. Akkor viszont az ügyet a főkapitánynak kell átadnom. De ez azon múlik, hogy milyen ajánlatot kapok. Mert Martinez, ne feledje, nem minden a pénz. Az így van. De mivel a munkámat, minden egyes percét abba fetszöltem be, hogy nem csak önt, hanem mindenkit, aki megérdemli, hogy elkapjak, azt a munkámmal végzem. És ha én egy olyan ajánlatot kapok, hogy Magyarországra kapjak egy olyan pozíciót, ahol a munkámat végezhetem, akkor valószínű, hogy el fogom fogadni. Viszont az ön ügye nem lesz lezárva. Az ön ügye, ha úgy alakul, akkor a következő főkapitánynak lesz átadva. De attól még a kapcsolatot önnel fogom tartani. Uh-huh. És a főkapitánnyal is. És ahogy mondtam, nagyon egy dolog, na, és akkor visszatérve, hogy mikor lenne a találkozó, ez attól múlik, azon múlik. Ezt azért mondtam, hogy készüljen erre is föl, mert ha én így döntök, hogy, vagy főparancsnoki rendvédelmi miniszter utasítást ad, akkor ugyebár én nekem kutya kötelességem eleget tenni, mert akkor a munkámmal fogok szórakozni. És mint ahogy tudja ön is,
a szívemet adom bele a munkámba. Ez így van. Nekem mindenem a rendvédelem, mindenem a jog, és mindenem az, hogy szebb világot tudjak teremteni az állampolgároknak. Csöbéci. Jó, jó. És ezt ön jelenleg itt az állományban ön a legnagyobb főnök, igaz? Az állományban én vagyok a legnagyobb főnök. Így igaz. Jó, ezt nekem itt, hogyha beleegyezek, ezt tudja garantálni. De mi a helyzet Magyarországon? Mármint mire gondol, hogy... Hogyha ott kiderül, hogy én nekem büntetett előéletem van, miközben nem töltöttem le a büntetésemet, akkor mi történik? Tudja jól Mártin az úr, hogy a kezem mindenhova elnyúlik. Ha én el tudtam intézni azt önnek, maga szerint, Mártinez úr, egyedül találtam ki, azt, hogy önnek egy új személyazonosságot adok, a nyilvántartásból kitörlöm, sőt, Mártinez, hogy még elhiggye a helyzetet, emlékszik arra a Prendive-ra a lakásomba? Igen, 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 igen. Még azt is megkaphatja. Az összes másolatával együtt? Nincs másolat. Nincs másolat. Ezt a Prendive-ot nem lehet lemásolni. Ezen volt mindig is az ön adata. Az ön szervezeti adata. Soha nem volt sehol máshol, csak hogy legyünk őszinték. Soha nem tároltam az ön adatait máshol, csak is a lakásomba, mert tudja miért? Mert ott nem kereste senki. A lakásomat nem tudja senki, egyedül egy kollégám tudja, maradunk az mind a két szerveden. A magyaron is, de most ott nincs legál semmi. Leszek, itt pedig kiderül, hogy mi lesz most. És ő se fogja elmondani. És ha el is akkor mondja, mert esetleg azon rapkóznak, hogy esetleg megkeresik a lakásomat, nem könnyű a bejutás. Sőt. Nem, tényleg erről, ezzel kapcsolatban van egy tippünk, de nem tudom, hogy kiadnál nekem ezt az információt, ahol régen mi laktunk abban a házban, a tengerparti házban. Ott fekete autók jöttek ki, először azt hittük, hogy az ön házáról van szó, de nem. Ott ki lakik? Van róla információjuk? Mert múltkor besétáltunk oda, és nem nagyon nézték jó névvel. Tele volt kamerázva a hely, be volt zárva az összes kapu, ajtó. Mártinez úr, sajnálom, de egyéb információkkal nem szolgáltathatom. De azért kellene ez az információ nekem, Székely Szilárd úr, ezt ön is érti, hogyha minél több információt átad nekem, akkor a csapatom is el fogja hinni azt nekem, hogy én még mindig velük vagyok. Érti? Aztán! Mártinez úr, ki mondjunk ez? Azt, vagy mondok egy olyat, és ön el fogja dönteni, hogy... Ne utáltok. Kollega, azonnan kényszerítő eszközt alkalmazzon, amennyiben önnel szemben fegyverrel kényszerítik. Szólítsa fel a törvény nevében, hogy hagyja el a lezárt területet, vagy... Mekkora RP? Vagy tüzet fog nyitni a levegőbe figyelmeztető lövéssel, amennyiben továbbra se engedi el további figyelmeztetést. És ez nem sztori RP, én sem tudom, hogy mit fog mondani Matula. Utána, ha a gépjárművel tartózkodik a lezárt meg. Területen, azonnani hatállyal lője ki a kerek. Viszont tüzet nyitnak, azonnali hatállyal iktassa ki az elkövetőt. Tagoknak már a balhém út. Köszönöm. Nincs nálam fegyelmi. Elnézést, csak közben kell informálódni odakint is, jó, mert Hajszi Mártinez úr, kint forog az élet. Forog? Eléggé durva. Főtámadt itt az élet, nagyon. Hol is tartottunk, Mártinez úr? Ja, igen. Annyit mondok, Mártinez úr, ahogy ön is mondta. Fekete autók, kamerák, tömbkelege, biztonsági rendszer, riasztók, mozgásérzékelők, 8 záras ajtók. Így ön van. Szerint? Jó, de nem tudom, vannak ilyen szekuritis emberek akkor, akik önre vigyáznak? Mártinez úr, maga szerint én otthon alszok? Én nem tudom, hogy hol alszik. Általában mindenki otthon szokott aludni. Ja, jöhet a busz. És maga szerint egy lakásom van? Én nem tudom, hogy ennyire jól fizet a rendőrség. Higgy el, hogy de nem. De maga túl okos ahhoz, hogy keveset keressen. Ez igaz. Hogy havonta 2 millió dollárt keresek. Ászta! Akkor saját zsebből fizette volna 800 ezret? Köszi Ármin a... Mártinez úr, természetesen... Ha ez a célom... Célom, hogy elkapjam a legnagyobb szervezeti galgot, igen.
No, de visszatérve, nem mondhatom el, hogy az az én lakásom, mert ha azt mondanám, valamiért, ha nem is a maguk tagja, de egyre többen szaladgálnának ott, és akkor ez esetben ki kellene menekítenem az információkat abból a lakásból. De hogy mivel őszinte vagyok magával, Martinez, ezért elmondom magának, igen, hogy nem ott tárolom az adatokat. Ezzel nem árultam el azt se, hogy ez az én lakásom, és nem árultam el azt se, hogy biztos, ott hogy nem tárolom az adatokat. Mert abban, hogy én azt mondom, hogy nem ott, és itt, és az nem az enyém, és az lehet, biztonsági, ez az, ebben konkrétan ugyanott van, ahol eddig. Én azt mondom magának, hogy kár is magának informálódni ezzel kapcsolatban. Én hiszem azt, hogyha ön többet tud, és elmondom, hogy hol a lakásom, akkor jobban elhiszik magának. Magának figyelj, mindent elhiszik. Eddig szerintem Székely maga is látja, hogy egy síkon vagyunk, egy síkon mozgunk. Akkor nem is kell feltenni ezt, hogy mi lenne, ha. Nem akarom én megszerezni azt a pendrive-ot, hanem a közös munka után én ezt meg fogom kapni, ahogy ígérte. Így van, Martinez. A szavam jól tudja, eddig betartottam, csak azt nem szeretem, hogyha átvágnak. Természetesen. És emlékszik, Martinez, a múltkori beszélgetésünknél elszólta magát. Majd gondolkozzon vissza. Amikor azt mondták, hogy a kék ingesek, akkor azt mondta, nem, egy hölgy. Amikor én megkérdeztem magától, hogy a kék inges telefonszám az hölgy vagy férfi, erre nem mondott semmit. Féltem, hogy és erre a múltkori beszélgetésünknél elszólta magát, hogy egy hölgy az illető. És ha hiszi, ha nem. Imre nyerte. Egy serif. A mai nap, akkor azon a napon megérkezett, és ha hiszi, ha nem, az ön telefonszám, amit megadott Martinez úr, egyetlen egy eltéréssel, de azonosítható volt a szám. Tudja, mi volt a lényeg? Igen. Amit ön a végén hetest adott, vagyis... Ugye, megnézem. Már megint túl sokkal okosabb ez a csávó. Nagyon, Matula nagyon jó RP-ket hoz. Én sem tudom, miért nem kedvelik őt, hát többen. Óriási a csávó amúgy. Meg remélem, hogy én is jól csinálom a dolgokat. Mondom, hogyha valaki ez miatt megutál, köszönöm, hogy eddig nézett, de ez miatt ne utáljon meg. Én izgalmakat akarok. Amit ön megadott telefonszámot, a vége 24 volt. De egyébként 27. Igen. És akkor elmondta a sheriff úr, hogy ez egy hölgy. Igen, ezt én is mondtam, hogy ez egy hölgy telefonszáma. Igen, csak Martinez nekem akkor nem mondott igazat. Köszi, Ádám. Mert ő nekem azt mondta, hogy hát maga azóta se veszi föl. És tudja, mi a szomorú? Ezen a számon a sheriff úr, a nyomozati osztályuk felhívta az adott illetőt. És egy hölgy vette föl. Hát mondtam, hogy hölgy, akkor nem értem, hogy mi a probléma. Ezt ne? Hogy mondta volna, amikor azt sem mondta el, hogy ez... Mondtam, hogy ez egy hölgy. Hogy egy nagyon durva hölgy. Emlékezzem vissza, hogy egy nagyon... Hogy alig bírni vele, hogy ez egy durva, határozott nő. Emlékezzem vissza. Lehet, hogy összefolynak már ez az információm. Legyen, lehet, hogy mondta, hogy hölgy. Ezt mondtam. De viszont a szám, az biztos vagyok benne. Martinez úr, hogy ott füllette. Jó, rendben. Nekem a telefonszám, a telefonkönyvemben ugyanez a szám van benne. De szerintem egy telefonszámon ennyire nem kellene fennakadni. Főleg, ha egy ilyen nagy akcióra készülünk. Nem, csak hogy ez a telefonszám az ön szervezeti tagjának a... Hogy is mondják maguk? Maguk ezt között? Akkor, ha te RP-zel, akkor csináld úgy, érted? Martinez úr, van magánál telefon? Nincs. Elvették itt a biztos urak, nem tudom, hogy van nálam ez a játéktelefon. De adjon egyet és elteszem. Jó. Már is tettem, látja? Jó, jó. Ez azért lényeges, Martinez úr, mert emlékszik, amikor én kérdeztem az ön szövetségeseit? Igen. Nem mondott el sok mindent. Jó, elmondom, hogy leléptek sokan. Jó? Sokan leléptek. Elutaztak. Nem mondja komolyan. Mi ennek az indoka? Ezt nem nagyon tudom. Leléptek. Ennyi. Jó.
Ezt majd a kollégái majd ellenőrzik, hogy valóban elhagyta valaki az országunkat, esetleg illegálisan is-e. Jó, igaz. Martínez úr, akkor legyen végszó, akkor legyen egyértelmű minden egyes kollégának is itt a nyilatkozatában is, amit egyébként rögzítettünk természetesen, hogy ön azt mondja, Martínez úr, hogy elfogadja az állásomat. Hogyha jövőre ezt meg tudjuk oldani, akkor rendben van, elfogadom az állását, csak azt kérem, hogy ne fájjon senkinek. Nem fogjuk bántani őket. De amennyiben ellenszegülnek, tudja jól, hogy akár vérontás is lehet. Egyértelműen. De ez csak is jövőre. Ez csak is jövőre. Addig pedig úgy csináljuk a dolgunkat, ahogy eddig. Ahogy eddig. Viszont Martínez úr már mondhatja egy hét múlva, karácsonyok környékén, nem tudom, hogy fog itt a barátaival üzletelgetni közben, miközben a kis mézes kalácsot falatozza feltett lábbal a kis asztalán, hogy végül is már akkor firtathatja, hogy kapott egy hívást Magyarországról. Összezavartalak titeket? Nem baj, legalább várjátok! Magyarországról, ahol el kell utaznia egy bizonyos ideig. Így van. És minden legalább egyes várjátok. Információt, akár SMS-ben, amit mondott, csak hogy én is tudjak tájékozódni. Izgalmas, indul a jövő év. El fogja mondani. Jó, akkor ennyit mondhatok nekik, hogy én el fogok utazni, de majd jövőre visszatérek ide is. Jövő héten mondja, jó? Mert ez nagyon feltűnő lenne, hát maga is tudja, hát maga ne kelljen ezeket mondani, maga egy nagyon rapkós, ha be akarja őket csapni, Martínez úr be fogja csapni. Ezért kellenének az információk, Székely Szilárd úr, hogy elhiggyék nekem még jobban, hogy még mindig ön ellen vagyok. Kellene az az info, hogy kilakik ott a parton. Be tudom ezt nekik adni, és akkor még jobban el fogják hinni. És mivel, mit érnek el, Martínez úr, ha én azt mondom, hogy ez az én lakásom? Hát már a pendrive nem kell, ugye? Mert ön odaígérte nekem, hogyha meg lesz a meló. Én eddig is megígértem, hogy az adatait véglegesen fogom törni. Jó, de ha nem az ön lakása, akkor meg még jobban számítana nekünk ez az info. Mert amíg itt vagyok, addig tudnánk egy kicsit balhézgatni, érti? Martínez úr, az a daj, hogy a BTK e-pontja tiltja az információ kiosztását az ön részéről. Értem. Semmilyen korrupciót az állományomban nem vagyok hajlandó én magam se követni, és a kollégáim se. Így mert van. Szabályszegek avval, amit én magam hoztam létre a város önkormányzat a PD-ben. Igaz. Értheti, remélem ezt a problémát. Természetesen. Én azt mondom önnek, tiszta a lap azon a területen. Jó? Ezt magára bízom. Jó, rendben. Így nem mondtam semmit se. Ezt hogy mondtam is valamit? Cset? Meg nem is. Ezt tudja milyen. Tudom, nekem ki kitalálni. Tudom. Vannak magának emberek, biztos vagyok benne, hogy ki fogja deríteni. Nézzük utána az új és autót. Azt is fogja tudni, hogyha az én lakásom. Biztos vagyok benne. Ez olyan, ez az ajándék, amikor hozza magának, vagy valaki magának a kis kalitkába a galambot, odaadja magának, maga megörül, kiengedi, szabadon távozhat maga is, és az ajándéka is. Mivel kapott is ajándékot, meg nem is, mert elszállt. Jó, akkor állapodjunk meg abban, hogy most kisétálok. Csináljuk ugyanúgy tovább a dolgainkat. Én el fogok utazni Magyarországra a jövő év elején. Viszont amikor visszajövök ide, akkor megcsináljuk a melót. És lekapcsoljuk a többieket. Megbeszéltük, Martínez. Idén már nem találkozunk, maximum egyeztetés céljából. Jó, rendben. Még 27-én leszek a városban, esetleg szeretne keresni. Jó, megbeszéltük. Köszönöm szépen, Székely. 27-én még én is, mert sajnos a karácsony ünnepekre fokozott ellenőrzést fogunk elrendelni. Meg sokan ittos állapotban vezetnek, azokra figyeljenek. Fő a biztonság. Jó, rendben van. Még a mosdót használhatom? Igen, használhatja. Köszönöm. Cset, visszakapcsolom majd a sima csetet. Jöjjön, kollega. Tisztelettel kíméljetek meg a véleményeteket, de lehet írni, jó? Tisztelettel szépen megkérem, írjátok hogy itt várja meg a Martínez véleményt. Mindjárt jövök, és akkor visszakapcsolom a sima csetet, jó?
Annyi a lényeg, menjen be vele. Jó, csak én nem akarok bele. Mindenki, és jó legyen. Kollégák, Martínez úrral végeztünk, mindjárt elhagyja a PD területét, utána oldhatják fel a fokozat. Sziasztok! 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 Hello! Sziasztok! Mentünk? Várjátok, kimegyek mindjárt. Végeztem, köszönöm. Jó volt nézni? Persze, kellett, nem tetszik most. Ja! Ja, ne az ő ruhájába, ja, bocsánat. Martínez úr, remélem kezet mosott. Igen, mosom a kezeimet. Rendben, nincs szappan! Hát kifizeti az állomány? Na mindegy. Kiveszem én a szappan. Ja, ott van lent, bocsánat, köszönöm. Tessék, parancs van. Köszönöm szépen. Az új autómmal megyek haza akkor, jó? A rádiómat esetleg vagy a telefonomat visszaadják? Persze, Mihály Székely Szilárd parancsot ad rá, vissza fogom nyújtani. Martínez úrnak adja, legyen szíves akkor vissza, rendben, jó? Mert köszönöm. Akkor jelentkeznék rádión, hogy nincs semmi baj, és megyek haza. Így van. Jó? Én bízok magában, Martínez úr, hogy ma se vár rá, ver rát, jó? Rendben van, természetesen megállapodtunk. Higgy el, hogy jó lesz ez magának. Hello, sziasztok! Minden rendben, indulok haza az új autómmal. Még nincs új autója. Otthon találkozunk. De van új autóm. Azt mondta, hogy most veszi majd meg. Nem, hát ott van a garázsban, nem érti? Ey, Martínez úr, honnan nem, csak önkeres jól. Ne, jól van. Ja, és még mindig a dorozba. Voltam kajálni a dorozba, meg pálinkázni, képzelj el. Igen? Szeretném tájékoztatni, hogy a kábítószer kereskedelem már nagyon elfajult. Le kéne kapcsolni akkor, őket. Indulás? Minden nap vagyunk ott egyébként kávézgatni, csak az a baj, hogy annyira jól csinálják, ahogy jól csinálják, persze, persze, jól csinálják. Biztos magától tanulták, Martínez úr, nem? Persze, persze. Nem adott nekik ötletet? Nem, de ahogy is, hát én a tekilalában megiszom a kis tekilámat, kis pálinkámat, viszki, mert azt én ennyi voltam, ott nem balhézok. Én hát nagyba csináltam eddig értem. A dolgokat, nem ilyen kis piti bótokba, érti? Hát értem, persze, én jöjjön. Ja. Mindjárt kapcsolom a csetet vissza. Jó szabadon lábozhat, távozhat Martínez úr a PD területéről. Köszönöm a munkájukat. Köszönjük a munkájukat, minden jót. Ja. Viszontlátásra. Jó. Na, chat kapcsolom vissza, és akkor megyek az autómért, megmutatom nektek az új autómat. Csak tényleg erre az RP-re be akartam kapcsolni a tagcsetet, mert így butaságokat írkának páran, és konkrétan megsértődtök páran, ahogy én RP-zek. Bár feliratkozók, aki feliratkozik, ő kommentelhet. A Tezó, aki itt van a börtönni. Én vagyok. Te vagy? Árlak. Jó van, megijedtem. De majd... Na... Lopkodjam. Attól a jól elkezdik. Az biztos. Na, azért élveztétek, ugye izgalmas, jó? Hogy várjátok jövőre is, hogy jövőre is jó RP-t legyen. Persze, várjunk sem valaki. Jó napot! Jó napot, maga szerelő? Igen, így van, miben segítettek? Elvigyem publikba? Igen, egy publikba kellene elvinni, köszönöm szépen. Melyik, melyik? Mindegy, hogy melyik, mindegy. Jelöljön egyet, nekem mindegy, bármelyik. Mindegy, menjen valamelyikbe! Itt a hova? Akkor legtávolabbiba megyek, mi? Hogy tudjak az őrrel beszélgetni. Nem izgalmas, Krisztián? Hát Krisztián, akkor nem tudok többet nyújtani. Hogy van az orr? Jól vagyok, köszönöm szépen. Mióta dolgozik a szerelőtelepen? Hát ezt már fene se tudja, talán... Tagok is írnak hülyeséget, igen. Megyek majd. Nagyon jó, ügyes, ügyes csávó maga. Önnek van valamilyen, ilyen...
Ne ide vigyen, jelölöm a másikat! Nehogy oda vigyen már kikötőbe, maga normális! Akkor hova menjünk? Bejelöltem. Oda föl? Aha. A Uber garázshoz? Aha. Önnek van ilyen ezzel csak megutáltatod magad, ha Krisztián, ha ez miatt megutálsz, akkor én ennyit tudtam csinálni. Van. Akkor jobb főső sorobot az a fején izéje van, ilyen szülinapi zsúros sapka. Tessék? Önnek van olyan kollégája, vagy ön ilyen egyszemélyes hadsereg? Én egyszemélyes hadsereg vagyok, igen. Nekem nincsenek barátaim, a karácsonyt is egyedül töltöm. Akkor ön a Grinch? Igen, igen, én ellopom az ajándékokat. Mindenki. Csak az enyémet, ne? Lejött jó, de majd még mit kért karácsonyra? Mindenki autóba van, akkor szülhetsz ebességet, hozzáélisz. Azt már elloptam, azt már elloptam. Egy terzót. Azt már elloptam, azt már elloptam. Én tudom, akkor tudom kinek passzolta le. Na kinek? Jó, az egy embernek van a helye. Hogy is hívják? Ilyen, nem Ádika. Ez ünnepi zsúros, sapkás úriembernek. Igen, igen, neki adtam az ajándékat, hogy tőle keresse. És ő megvan önnek a szám? Az a szám? Mert ő nincs meg a száma, de megtalálja a főpublikba, jó? Hol tettük az autót? Igen, most. Minden jót kívánok. Mert nagyon szeretnék az úrral beszélni. Mondom, megtalálja a főpublikba! Rendben. Viszlát! Viszlát! Indulok haza az új autóval. Köszönöm mindenkinek. Hát muszáj, muszáj. Mi kalaboroztunk. Ez a kutyuli még mindig nem tud vezetni, szégyen teljes. A feje tetőre állt a terzőt, bazd meg. Egy ilyet újítottunk, Cset. Hogy sikerült? Tudom. Egy ilyet újítottunk be, tudom, ha nem maradszatok. Rümpölő. Gyere már a... Terzó, csak vagy ez egy kicsit koszos a Hammerre, gyere már ide, légy szíves a villamos művekhez. Csúnya! Hátulj egy kicsit lehet, de előről jó néz ki. Kiégek néha egy-két véleménytől. Egy személyes? Nem, ott van hátam mögött. Két személyes. Ott van az ülés a hátam mögött. Ja. Ott van a hátam mögött egy ülés. Hammerös, jöjjön értünk, légy szíves. Na, kimegyünk a pályára. Hammer tele van. Mi már nem, van, nem kell borítani. Itt ki tudunk menni. Várjátok, tankolunk, akkor visszamegyünk. Jó, ugye visszamegyünk, csak tankolunk el, hogy nyílt ki fogyunk. Te jó ég, már 200-on van! Köl még! Már 250 a városba. Ásztá! Ebben nem szabad hátra lőni. De ez nem golyóálló, előre meg oldalra lehet. Három személyes, tényleg? Mindjárt megnézzük, mit megy. A kopat küldtem neked ő koordinátát. A terzó jobb, egyértelműen a terzó jobb, persze. Mindjárt megnézzük az autópályán, mit tud. Majd átfestetjük, persze, meg le kell mosni, meg minden. Most egy darabig ez lesz az új autóm. Anna, nem magyarból jöttél ide? Most ezt félreértik páran amúgy, hogy mi a helyzet. Nem tudom, hogy elmagyarázom-e, vagy ne. Mert páran félreértik a helyzetet, de aki visszanézi, ő szerintem tudja majd értelmezni. Na, nézzük, mit tud. Visszajött a hó, így van, és a betöltés is jó végre. Úgyhogy nagyon király. 300. 320. 350. Mert az visszaborítja az autókat, a többé nem menjenek hazudra. 360. Nagyon jó az irányíthatósága is, 360-nál is. Nem csúszik meg. Nem csúszik meg! Valaki hív. Megy rendesen, jó megy. Ez ki? Igen, tessék. Kopasz. Igen? Hol vagytok? Hello! Úton vagyunk. Van a piros alfával. Hello! Napot. Jó napot! Jó napot! Mit szeretne? Ön vittem el publikba? Igen, honnan szürke van meg a telefonszámom? Nem tudom, hogy benne volt a telefonomban. Azt sem tudom ki maga. Hát én... Az a jó, hogyha nem ismerjük egymást. Miért? Mert
Én egy veszélyes hát ember vagyok. Ön, az ön élete veszélybe kerül, ha mi beszélünk. Hát, én nagyon értelmesnek ítélem az úriembert. Köszönöm, az is vagyok, annak is tartom magam. Akkor nem önnek van az a szülinak is barátja, nem. Mert nem találtam itt a publikban. Ne, keresse őt valahol, ott lesz valahol, megtalálja. Hát itt nincsen, itt már mentem. Azért, mert kukázik szerintem, szeret kukázni. Ez itt előszebben mehet. Az gond. És az urat hogyan hívják? Engem? Dagobert bácsi. Hegyekben most lesz, parti úton lesz ma. Ja, igen. Bocsánat, csak egy zene jutott az ön nevéről. Kona Dagi bácsi? Hát, te miért kell még az RP-be is csúfolni? Uram. Igen, uram. Igen, én vagyok a Dagi bácsi, igen. Rendben, akkor hogy elmentem. Rendben, menjen. Rendben, viszont hallásra. Vagy. Tük. Lépjünk túl. A Dagit még elfogadom, de hogy bácsi, tudjátok ki a bácsi, akinek már nem áll fő. De a Dagit még elfogadom, de hogy bácsi... Na csak folytassuk. Folytassuk. Na! Szóval, na ez az új autó, chat. Most akinek nem tetszik, így jártunk. De jó az irányíthatósága. Nem az a lényeg, hogy hogy néz ki, hanem hogy jó legyen, lehessen irányítani. Nem csúszik ki 340-nél. Lá, ezt nézzétek, nem csúszok ki. Mi? Ki mondta? 350-et megy. M5 jobb, de az 320-nál az kicsúszik, sőt veszít a sebességéből. Rendszám? Nincs is rendszám rajta. Hát akkor meg arany életünk van! Arany életünk van! Gyorsan elmegyek még szerelőhöz, jó? Nem sokára ott vagyok. Köszönöm a türelmet. Ugyan. Majd mesélek otthon. Esti mesem? Igen. Oké, szeretem az esti mesét, hozom a matimat. Jó. Itt tehát hol van nekünk kaszkón? Te is jó kaszkónk vagy. Itt ugye? Ennyitől már füstöl? Hát a való életben is oda kivész valaminek, akkor nem bírja sokáig. Most ez lesz egy darabig, aztán majd ezt is elajándékozzuk. Na menjünk be. Itt kell, ugye? Nincs tuningra pénzünk, hogy van. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, uram! Miben segíthetek oda? Szeretnék egy javítást erre, és tegnap kötöttünk kaszkó biztosítást önnel. Igen, pont most volt itt két ember, akiknek nem volt papírjuk. Pedig adtunk vagyis nekik, akkor tudom, azok látom, hazudtak. Nem, az egyik azt mondta, hogy ott volt, amikor osztották szét, csak neki valami gond van a zsebével. Ja jó, de ilyet ne higgyenek el neki, ha nincs nála papír. A másik meg azt mondta, hogy ő nem is volt tegnap, úgyhogy azért... Ja, jó van, ezeknek ne higgyen inkább, mert hazudhatnak. Hát jó, hát most... Ez itt mi a fődön? Ott az én... Maga topta el? Lehet. Le is mossatom az menjen autó, arrébb, majd én főveszem. Mossa le, legyen szíves, igen. Jó. Csak menjen arrébb. Jövő. Bocsi. Nincsen jogosultságom. Jó, csak megyünk haza. 90 vagyunk fönt. Mit csináljunk ma még? Mert ja, ezt tudom, az RP-t... Ez most ennyi volt. Emlékszel, Joki, mikor mentünk ki oda a hegyre? Sárba. Azért lemosva jobb, nem? Na akkor az 500-ason beleesett a sárba.
Lemosva jobb. Uram, ezt most vette ezt az autót? De igen, ez vadonatúj, vadonatúj, igen. Ez kapható kereskedésben, vagy ilyet? Hát import, ez ilyen, import, ez ilyen nagyon import, de valami festés lehetne kellene rátenni, nem? Na hát, hát szerintem is. Meg valami már tuningot, hogyha lehet belenézni, hogy milyen árba vannak. Uram, hát mindent lehet. Köszönöm. Éha. Nézzük meg a tuningot. Hát ez a zsákítás, mit? Figyeljetek, megnézhetem az új autómat, addig beszéljétek át, hogy mit szeretnétek csinálni, rabolni, vagy esetleg mást, jó? Hogy ne unatkozzunk. Ez a Porsche meg... Ember. Vagy vadászunk azok után, akik múltkor elvitték a hangyát. A házunknak... Főnök, a pirosokat igen? kell elkapni, mert megkínoztok. Jó, akkor a pirosokra fogunk Köszönöm. Vadászni, mindenkinél legyen fegyver, fegyverkezzetek fel, és elkapjuk van. A pirosokat. Jó. Mindenki jó, csak ne haragudjatok, most kicsit megcsúsztam, de igyekszek. Srácok, ki ez a két autó a ház előtt? Jó. Baba rózsaszín. Na milyen szint szeretnél? Nézzünk egy narancssárgát, hogy néz ki rajta. Narancssárga. Vegyem már srácok az autókkal, szerelőtelepen tényleg. Rájom már a srácok. Mhm, narancssárga, ez jó. Ez jól néz ki. Ez jó. Ez jó? Igen, ez jó lesz, köszönöm. Esetleg milyen tuningok vannak? Jó, de várjunk most akkor ezt rá kell, hogy tegyem. Ja jó, hol van RPM? Ott a lépcső előtt. És mennyibe kerül? Ez kereken 8950. Jó. Hát jó, uram, ott az oszlop mögött. Köszönöm. Amúgy nem tudom ki az a két kocsi, de ne adjunk ki kocsikat szerintem. Hát nem tudom, ha be tudunk állni, de az egyik az... Megnézzük, hogy mi van, mik vannak még chat. Az a baj, hogy ide már nem fértek be szerintem. Hát most rakjátok el a hát Bjorn, most ne haragudj, most itt kihallotta, érted, arrébb mentem. Adom. Jó, KP-ba itt nyomja, mert csak úgy tudom rátenni. Tessék, átnyújtom, visszajáró tartsa meg, köszönöm. Ó, nagyon szépen köszönöm. Meg ablaksötétítést is szeretnék. Hozok ablakfóliát addig, Jöki. Oké, addig én szépen. Kell a sötétség. Kedvezményes a tuning. Legsötétebbet? Nyember. Aha, ez nem ez a legsötétebb. Ez igen, ez. Parokat rakjátok már. Aha, ez mennyibe kerül? Össze-vissza vannak. Elhúl a három zárom. Jó. Nem, a kedvezményeset mondja. Full tuning meg nem lesz rá pénzünk szerintem. Leveszek 50 ezeret. Lehet, hogy elvitték az upokat ulaj. Persze Bjorn, de nem tudok mindig mindenre figyelni, érted? Bejjebb, gyertek. Hallod, még befér a főnöknek a kocsija? Nem. Infinitivel még előrébb kéne állni. Tessék. Köszönöm. Nézzük már meg akkor, hogy milyen tuningok elérhetőek erre a járműre. Jó, egy pillanat, még itt engem buborékokat kérjük. Minden oké, trafik, köszi. Sikerült megbeszélni, amit mondtál nekem? A belső tuningok, a fék az 33 ezer dollár. Igen. A legnagyobb. A motor, hát ez egy kicsit húzósabb, az 220 ezer. Jó, igen. Akkor a fék kell ebből. A páncél... A páncél az 210. A turbó az 130. Jó, akkor a turbót szeretném, illetve a féket. Erre van pénzem akkor. Jó, akkor 130, illetve a fék az mit mondtam rá? 35-öt. 35-öt így van, akkor 110, meg 35, 145. Ha ki ilyen, nyissa már ki. Áj, cset. Elfogyott a pénzünk. Elfogyott a pénzünk. Bárra vagy, Leo. Mennyi? Összesen? 145. Tessék! Köszönöm, akkor ezt a féket először megemelem az autót, itt a kerék. Meg majd másik felnit is szeretnék. Leszem a féktársát. Egy spoiler. Jó, mert visszarakom az új tuning volt fékbetéteket. Az újoncok úgyis hoznak majd, ja. Gyerekbe belerakom a féket. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik az RP, köszönöm. Ha nem is teszem vissza, hogyha cseréljük, akkor... Elrébb tolja. És akkor még egy turbó.
Semmi baj, Trafik, csak ilyenkor tiketet kérlek, mindenre. Felnit szeretne az úr, vagy aha, szeretne esetleg gumit? Téli gumit már fölraktam? Nem, téli gumit is szeretnék meg. Ledet is, neont, mindent. Jó, a téli gumikat addig meg tudjuk intézni, addig válaszol ott föntről. Jó, rendben. Hát a legnagyobbat kérem szépen. Jó, itt szeretnék tartani, hogy hazaviszi a... Most rakják rá, legyen szíves. Jó, akkor... felemeljük Joki az autót addig. Föl van emelve, most tettem be az ég, négy fékbe. Cső, Domcsó! Jó, és akkor... király vagy, köszi, jobbulát. Hozom a gumikat. Jó, milyen névre írhatjuk a gumikat, uram? Martinez névre, nyugodtan. Jó, Martinez, nagyon szép. Itt egy sárga filc, ír már a téli készletre, meg a nyárira is majd, amit leszedek, hogy Martinez, jó? Jó. Van ám választék. Vannak, igen, vannak szépek. Tessék, itt az egyik, tessék. Oké, okay. Köszönöm, lázba volt. Jó, centrifuga meg volt rá? Vagy betetted meg a gépbe, vagy ezt vigyek? Tedd gépbe, én csak idehoztam, mert még ja, nem húztunk fel. Beteszem. Csak a felnél tedd rá a gumit. Jó, oké. Behozom. Nézem. Az előző jó lesz. Idehoztam már. Még vissza. Ez jó lesz. Ez jó lesz? Igen. Jó, ez még 12 000. Hozom. Szépen lehajlok, fölemelem. Úgy. Akkor elkötjük az összes pénzünket. Költöm az autóra a pénzt. Felnit hozom gumistól. Jó. Ide lerakom. Úgy. Hozom a másik kettő gumit. Jó. Már tessék. Csak a bal hátsó van. Köszönöm. Hát jó, ilyen karosszéd jellemeket nem látok, mert... És hozom. Aha, nincs van. Csináld meg. Alkabban beszélgessetek, Szabi Rész? Nincs spoiler, azt mondja. Ilyen lökhárítókat, meg ilyen kipufogót. Hát mindenki jön be a harmos látszok. Fraki pénzből majd. Hogy esetleg még amiben... Mert lehelyeztük. Már 50-nel. Amiben még tudok segíteni, az ilyen neon az aljára, hogyha esetleg... Na ha az kell, egy narancssárga neon. Narancssárga neon, jaj. Az jó. Ezt a kiszok. Akkor beindítom hozzá az autót, hogy látsa. Azt mondja, hogy... Télék gumikészletet sikeresen felraktok, uram. Köszönöm a munkájukat, köszönöm. Nincs mit. Nincs spoiler. Orange. Itt van egy ilyen narancsárga neon, ahol... Teljesen jó. Ezen a fehér talajon halványan látszódik, ez még 5000 dollár. Jó, adom is. Tessék. Köszönöm, és akkor még mit Discord nézd? Discord ID, írd be a videómhoz, hogy Nasz Dani. Hogyan lépsz fel a szerverünkre, és ott megmutatom. Jó, hát ennyi. Ha nincs rajta spoiler, vagy ilyen kiegészítő, akkor... Nincsenek. Ez egy nagyon negyedi, úgy látom. Esetleg Xenon égőt az úrnak. Van olyan? Hogyne lenne, mutasd meg a Xenon égőnket. Elköltöttem az összes pénzemet, chat. Fényszóró, hát az egy fajta. Azaz. Aha. Igen, ez a szanat. Jó, oké, rakja be, mennyibe kerül. Ó, hát ez kicsi füzessen, mert olyan olcsó, ezt ajándékba. Jó, köszönöm szépen. A felni még fekete színbe lehet? Vagy ilyen szürkés, ha jól látom. Mindjárt nézem, persze, hogy hát. Szerintem azt nem lehet festeni. Ez krómozott. Ez krómozott? Jó, akkor maradjon. Ja, igen, ez krómozott, bocsánat. Jó, maradjon. Rendben, köszönöm. Ebből a másik fajta kellett volna. Sokkal az festhető. Jó ez. Majd változtatok, hogyha nem tetszik. Ez. Hát egyértelmű. Elő az, elő. Ennyi, igen. Köszönöm szépen a munkájukat. Na majd most tesztelem. Páncél meg a motor, majd ha lesz pénzem, akkor csináltatom. Magának, ha már összejön, persze. Nem tudom, adja, hogy ez hány személyes? Ez két személyes? Ez kettő. Vagy három? Kettő. Hát nem tudom, a csomagtartóba lehet ülni. Megpróbálok beszélni. Aha! Aha, kettő személyes. De a másik oldalra próbáljanak meg? Hát itt nincsen ajtó. Ott is van egy ülés. De ajtó, az nincsen. Ja, ajtó nincs. Nem tudunk beszállni. Nem. Max akkor, hogyha besegít minket, jó. Csak akkor. Jó, oké. Mennyit megy a végsebesség? 350-et ment, de most majd meglátjuk, hogy mit megy még. Köszönöm hát szépen. Akkor most... Na minden jót kívánok önöknek. Minden jót. Szép napot. Ja, meg leteszem a pénzt. Tényleg a maradékot.
Jó, chat, hát ez az új autó. Pénzbe rakása. Miért írok ilyet? Még biztos is rossz volt. Sőt, még veszek. Fele más felni. Indulok haza végeztől a szerelőknél. Jó lett? Na, aztán megyünk a pirosokra vadászni. Úgy néz ki. Ki adja autó? Na, nem rossz chat, nem rossz. Ilyen is csak nekünk van. Szerintem jó lett. Átmegy már 300... Azta! Azta, és még ment volna. Rossz helyet jelöltem. Nem. Jó helyet jelöltem, nem? Jobb, mint a Lambó? Jobban tetszik nektek? Tényleg rossz helyet jelöltem. Mert itt erre kell menni. Össze ne törd. Valaki ezt beírta, azt össze is törtem. Ja, erre kell menni. Még jó, hogy az megfogott. Már megint füstölünk. Nem hiszem el. Mi? Te ki tette ezt ide? Tehát ezzel nem nagyon kell ütközni, mert ez lefüstöl. Na, megszoktuk. Na, jó, a többieknek elmondom akkor, hogy mi a helyzet. Köszi, Márk. Aszta. Na, hát jó, nem olyan rossz, mint elsőre mondtátok, nem? Nem olyan rossz. Az az a nem füstöl ennyit, ő lehet. Lehet, lehet. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Jó, most így, hogy összetörtük. De így narancssárgába jobb. Jó, vagy tetszik, vagy nem, ez lesz. Visszanézhető a tagoknak, egyből visszanézhető, aki nem tag, ő csak holnap este tudja visszanézni. Nem annyira rotyi is, jó van. Örülök neki. Hát mondom, a rendőr RP-t majd nézzétek vissza, mert komoly. Komoly, komoly, amit toltunk a Matulával. Ásta! Hát mennyien vagyunk, mint az oroszok. Hello! Köszönöm szépen, ne haragudjatok, csak új autót vettem, meg minden, aztán azzal szórakoztam. Ilyen lassú, hogy nem ész ide? Gazdag. Milyen lassú? Majd kipróbáltad, csak összevetően. Jó van, oké. Okay. Na mi újság? Kit raboltak-e a pirosok, és miért? Hát engem. De miért? Hát én mentem a tekilához, hogy ugye innivalói, és csak úgy. Csak úgy elraboltak. Jó, tudjuk hol vannak ezek a pirosok? Robert, Schofield-ból szerezte meg az infókat. 2000. Akarnak nekünk adni 60 ezeret a pirosok. Nagyon helyes! Bocsánat, ja, kérés épp! Hát pont nem, 100, én adtam nekik 30-at, hogy elengedjenek. Így van, azt viszadják neked, meg még ide adnak 30-at. Jó, Schofield, milyen infók vannak róluk a pirosakról? Schofield? Itt vagyok! Na, milyen infóid vannak a pirosakról? Ó, már izei. Hogy van? Ja, a Ghetto Public körül szoktak tanyázni. Igen. Roasted környékén laknak, akkor a házrablásnál szoktak elméletileg lenni sokszor, meg a Fej Public körül. Jelenleg ennyi. Jó, jó, jó. És akkor 30 ezerre megkárosítottak minket. 30 ezer az azt jelenti, hát, hogy 95-öt behajtok rajtuk. Jó, nagyon jó. Akkor ez lesz a következő. De mindenkinél van fegyver, minden. Hóember, hogy álltok? Toborzod már csapatot? Hadilában. Hadirok, rokkantam. Hadi rokkantam, jelenleg? Persze, csak a felebbanda nem tud eljönni, nem tudom miért. Mi ez a rejtett szám? Az hívott már engem is egy rejtett szám? Vett fel. Azt vett fel? Ugye nem adtad meg a számomat. Senkinek nem adtam meg, rejtett számról engem egyetlen egy ember hívott múltkor, és gratulált, hogy az oroszokat kivégeztük, és még csak most kezdődik a játék. Ezt mondta nekem telefonba. Na, letette. Most van egy. Mi volt
te mondtad, hogy mesélnek azt nekünk valamit, ha itt hol vagyunk. Így van, a Szilárdnál lesz egy dolog, az a helyzet, hogy jövő év az egy kicsit máshogy fog kinézni, itt leszek veletek egyértelműen, viszont néha napján Magyarországra kell látogatnom üzleti ügyben. Bevándorló leszel vagy? Persze, persze, persze. Muszáj egy kicsit. Az a helyzet, hogy tudjátok, hogy szeretem a pénzt. És az a baj, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog. Nekem több kell. Innen is. Így van, több kell. Több kell, nekem mindig többre vágyom. De nem foglak elhagyni titeket, ez miatt ne aggódjatok. Olyan gonosz. És mit beszéltél be a Szilárddal ezen kívül? Szilárddal mész Magyarországon? Ezt akartam én is kérdezni. Szilárddal kézen fogva mész Magyarországon. Ezt honnan következtettétek ki? Hát nem volt nehéz. Az a helyzet, hogy néha, mondta, hogy nézzek rá a hentáira. Most mondhattam volna azt, hogy nem. Jó, de van neked. És meg az a helyzet, hogy... Jaj, jaj, nagyon jó, kell találkoznunk a Majansza, most hívnak. Tudunk oda menni most előtte? Most a piros. Nyis, menjünk. Jaj, jaj, gyertek, ja. Hát tudom, várjál, beszélek vele. Tedd át egy messzegítő. Csá, amigo! Halló. Mi újság? Gyorsan letértünk a témáról. Mikor jó nektek? Akkor mit szólsz 9 órához? Mondd! Ezt akartam mondani. Nagyon jó. 9 óra, ott vagyunk nálatok 9-re. Csácsá. Biztos, hogy azt csinálta, csókolóztak. Na figyeljetek, az a helyzet, hogy itt a székelyszínet bepróbálkozott, de én nem adom neki magam, nem nézek hentáit. Mivel próbálkozott? Ja, hogy szerette velem nagyobb kapcsolatot építeni. Azt komolyan. Mondjad valamit. Mondjad, Hombi. Mind a ketten szeretnétek, az nem erőszak. Oké, oké, oké. Na figyeljetek, semmi komoly, annyi, hogy hát információt adtam, hogy ugye megfojtottuk az orosz mutkó, illetve ugye most a kékekről is szó van, hogy itt vannak a városban, ilyenek megint. És kiderítettem, hogy az annyit mondott, hogy... A házáról, tudjátok, amit néztünk, Mutko Kutyuli. Igen. Bocsítsak, technikai probléma. Egy ember menjen és engedje be. Nem tudom, hogy most az az ő háza, vagy nagyon titokzatos. Azt mondta, hogy ilyen infót nem adhat ki. Nem tudom, hogy az az ő háza, vagy valaki háza. Ennek még után kell járni, majd állítsatok rá valakit, hogy kié lehet az a ház. Jó, és várjunk, nem tudom én, és mivel akkor, hogyha minden házat végig rablunk? Végül izgazók lesz, meg is találjuk egyből a székesszület házát, nem? Hát meg kellene, ugye nála van a pendrive, amit mondtam nektek, nem a rendőrségen őrzi, hanem a pendrive-ján otthon. Milyen pendrive? Az adataimat, az én adataimat otthon őrzi egy pendrive-on. Nem a rendőrségen van az adatbázisban. Az a vitt a munkát, érdekes. Aha, ezt Motko mondtam is nektek. Ez bolond. És ez az elutazásos történet, hogy fog kinézni, hogy most végleg elutazol, ez vagy... Nem, ez úgy idén még 27-én fogok jönni. Hónap valami vadállatokkal fogok, képzeljétek el, hogy bekockulok hónap. Nem mi tudom. Van kikke? Nem ki, tudom, de... Azok kicsodák. Nem tudom, de értitek, vettem egy számítógépet, azt állandóan kockulok mostanában, az tiszta ideg vagyok. Na mindegy, 27-én leszek még idén a városba, akkor meglátjuk, hogy mit fogunk csinálni. Kiabálok közbe. Hogy, és akkor jövőre ez úgy fog kinézni, hogy én megyek Magyarországra, és akkor úgy lesz, hogy van magángépem, ugye egy napot itt dolgozok, egy napot ott. Ez így fog kinézni. Ennyi. Nem kell túl bonyolítani. Magángép. Igen, magángép. Magán, persze. Azt mondod, hogy szereted a pénzt, azt elmész dolgozni. Igen, mikor ez itt nem minden pénzed megvan. Ez nem olyan munka, srácok. Ez nem de mi? Olyan milyen munka? Infokat szivárogtatsz ki? Takarító leszel? Nem tudtál felnőtt filmet akarsz forgatni. Buksofőr leszel, vagy mi? Lehet. Igen, Pöppi. Nekem van egy információm a kékekről. Úgy igen. Hogy bemutatkozott nekem a valamelyik nap, tegnapi nap, azt hiszem, valami Bobby Long néven, így mutatkozott ki mutatkozott be? Megint egy Bobby Long? Igen, így. Ezek nem fogynak el, hallom. Ilyet nem cseztem még. Nem unalmas. Ez a két Bobby Longot összém. Hát nekem volt egy ismerős a másik. Azt is úgy hívták, nem? És az a szorosok vezére is az volt. Hát ez hanyadik generációs Bobby Long. Ez harmadik. Jó, figyeljetek, tegnap adtunk el nekik fegyvert, reméljük, hogy tudnak majd viselkedni. Tekenint akartam, de pömpi vagyok. Jó, figyeljetek, 9-re kell mennünk a Majanszhoz, akkor indulhatunk a pirosokat tényleg, vadászni. És tényleg, mi lesz a tervünkkel, az eredeti tervünkkel, hogy Székelyszilárdot kinyírjuk. Hát, kiúsult. Megbeszéltétek vele, hogy mikor jött a tekil a lába? S ott kell, ki kellene nyírni.
Hát igen, ki kéne nyírni a tequila lábad, de még nem beszéltük meg, hogy mikor hívjátok oda meg. Akkor tegyétek 27-ére. 27-ére? Szóval igen, akkor hívjátok meg, hogy 27-én buli a tequila lába. És akkor ott mi lesz a táv? Lefegyverezzük mindent? Persze, persze. Akkor lesz a tombola sorsolás. Lefegyverezzük ki. Akkor lesz pont egy tombola sorsolás. Hány órakor van a tombola? Ők jelentkezte? Vettek tombolát a zsaruk? Hát még tartozik. Valahogy kellene, ez jó lehet, hogy vegyenek a zsaruk tombolát. Tartozik nekünk 25 ezerrel. Szokott tartozás, hát írója le. Ennyi. Jó. Figyeljetek, van még 6 nap, ezt intézzétek el akkor. Meg főnök? Igen? A pirosaknál van a fegyver, amit adta. Most ezt nem mondod komolyan. Hát elvették, szóval nekem az a fegyver kell vissza. Nem is a pénzre vagyok mérges, hanem az, amit a szeretett emberemnek adtam, mert jó dolgozik. Akkor halottak. Akkor na jó, oké, nem biztos, hogy egy tárgyalás lesz, jó? Megszorongatjuk őket. Nem is lesz a városban, Márcid, ez nem is lesz, hanem kockulni fogsz otthon. Hát ez az, de ma azért intézzük el ma. Na, akkor van golyóálló a micsodába, vagy nincs? Milyen golyóálló? Hát én golyóállót húzok, nem szívogatok. Hát te önmagában golyóálló vagy, nem? Jó. Ja. Ah, nagyon jó a csapat. Majd elugrunk, akkor neked veszünk. Jó, veszek a fegyvert is. Ja, a saját kocsim. Van saját kocsim, nézzétek meg, ott van a garázsba. Körbehugyozok. Pömpi-lömpi, jó vagy? Jó vagyok, pömpikém. Veszek ki magamnak fegyvert. Vegyél ki egy LSD-t. Jó, az durva cucc. Az durva cucc, hallod, de akkor szívok egy LSD-t. Ennyi. Öltözök át én is, chat? Legyünk egységesek, ugye? Chat, legalább várjátok, hogy jövőre mi lesz. Azt akarom, hogy izgalmas RP részeket estére csináljunk. A sorozatban se úgy történik mindig, ahogy ti akarjátok, nem? Most ha valaki ez miatt megutál, elnézést, de... Halló! Tévredtem. Sógi vagyok. Halló. Cső. Merre vagytok? Most ébredtem. Sikerült felébredjek. Hagyd ne ezzel. Szövetségeset veszek. Akkor megyek oda. Jó, mire betépek itten. Na. Felragasztom a bélyeget a nyelvem alá. Rendben van. Oké. Okay. Várjatok, mert én most nagyon rosszul vagyok. Ajjaj! Szétem adálat. Ajjaj! Sziasztok, szép estét! Aki tag lesz, visszanézheti a live-ot! Köszi, aki nem, ő csak holnap este. Ki van még több? Mert nem tetszenek az ilyen túljátszott terpék. Picsógó, akkor jobb felső sarokba ki kell x-elni! Mazoista vagy? Azt nézed, ami nem tetszik? Megyek oda. Hol tudok beszélni? Tidet, kapjál be egy LSD-t, akkor abban jobban fogod érezni magad. Kapsz páncélt is. Látszok, akkor addig mindenkit alak élek, hogy álljanak ki a galázból, és szálljunk fel szorba. Vagy valahogy nézzünk ki szám ki. Kézbe toxálni esetleg? Bárcsi, nem ki tud tolatni? Bárcivel ki tudsz menni. Próbálok. Pik egy sárkány. Nem értem hozzád, Paci. Itt áll a főnök gépét. Aki szóval én álltam félre vele, itt van kint. Jó van, ma majdnem megöltem. Kutyuli volt. Én a teszomba ülök. Kutyuli velem van úgy, hogy nem ő volt, én megvédem. Ma meg itt a kutyuli. Mindig a kutyulira van kell, minden. Megint még mindig. Van valakinél szerelő láda, vagy van itthon? Van a raktárba, ott találni fogsz. Jó, mert meg kell csináltat. Hát vagy tudok valakivel menni, akkor nem szórakozok. Jaj. Van lesz valaki néhely. Beáll, szállam, most nem szórakozzunk most. Jó, megyek. Én jövök a kék BMW-vel. Fehér Alfát kivezeti? Ezért nincs nekünk nagyon sűrűn autónk, chat, mert alig használ. Vigyázz rá, ti mindig szeretnétek. Ajjaj. Ajjaj. Ajjaj, fekete vonat. Elvitted a lábamat. Ennyit ér a szerelem. Most ez miért piros? Jóállom. Így piros. A rendvédelembe megyek a Magyarországon. Nem egy gyors benzinkú. Ezért mondom, chat, sose tudom. Kilőtt.
Jó, akkor a még cél a pirosok, vadászata. Van hely. Vagyunk szét. Na, így. Igen, aki megtalálja őket, megyünk a gettó fele, jó? Jó. Akkor... csak a Hammert. Na. És akkor 9-re kell mennünk a Mayans telepre. A Hammer induljon már meg végre, légy szíves. Menjetek, mert én lassú vagyok, menjetek. Hát azért akartunk téged előre. A vizé van a porségot, tegyétek le, azért kettőbb egy kocsikot. Te ki jó. Mit énekeltem? Tetszett? Nyomodok egy lájkot, ha tetszek. Mexikói osszág. Ennek ellenére is, hogyha nem úgy döntök, ahogy ti akarjátok. Az autót ne hagyjátok. Vagyunk, igen. Menjünk, vagyunk szó. A szerveren is 90-en vagyunk. Ki vezet? Pömpi. Pömpi, ha nem veszed normálisan, akkor kinyírlak. Ne rögjé! Értettem, főnök. Lehet, hogy akarni fog a szemben. Ja, Leo. Igen. Hónap akkor a fényképeket is meg kéne csinálni, vágjátok hónapig. Elfelejtettétek. Várra kell menni. Kikerázom magam akkor. Csinálnak menni. Fotót, jó volnak, akkor látjátok, hogy kopasz, hogy néz ki meg mindenki. Teletel a hőfény. Jó, megmutassuk a karaktereket, hogy néznek ki. Azokat ne bántsátok. Schofield, valahogy kerítsd el őket. Majd meglátod, Imre. Most a pirosokat kéne keresni, mert nem a 30 ezerről van szó, a hangtompítós fegyverről van szó, amit Tylertől elvettek. Hallott, Tyler, és téged hogy kaptak el ezek? Vagy hol voltál? Mentem volna a tekilába, hogy hozzak a többieknek, fia. És akkor mit akartak? Bankra vittek el a búcsra, nem tudtak bankot rabolni, mert összeszerencsétlenkedtek minden. Lefüstöltült a két autójuk. Jó, és a legjobb a vicc az egészben az, hogy jött tárgyalni egy ilyen kis dami hangú, és nem lehet megszólalni, mert lekiabáltuk. Segény. Kaptam egy lablövést a hátamat, elkezdték vagtusni, meg kirőgtem őket. Jó, vegyük meg a micsodát, a tabletet. Vigyázz! Áááá, Pömpi, nem tudsz vezetni! Húszik a fék! Álljunk meg egy banknál, veszek ki pénzt, mert veszünk 3 tabletet útközben. Akkor itt van még egy. Pömpi, ha nem tudsz vezetni, mondtam, hogy megöllek. Bementek kórházhoz. Szóval mitne a mi kis autónk. Csúcsik. Igen. Veszünk micsodát. 3 darab tabletet 6000-é. Srácok, itt vannak a kékek, elvileg tudják, hol laktak. Na hát akkor kérdezz meg tőle. Kérdezz meg őket. Most sincs pénzed és saját pénzből veszed. Majd leemeljük a fraki kasszáról 3-szorosát, jó? Ne aggódjatok. Gyertek, én levárom a izét, a sírosokat. Na, de amúgy, csát, mondjátok, összességében azért jó, ugye? Izgalmas. Nyugtassatok meg attól függetlenül, hogy nem kedve pár ember, hogy így döntök. Remélem, hogy azért élvezitek. Én sokkal jobban szeretem azokat az RP-ket, ahol izgulni kell, mert így, hogy keresünk a pirosokat, nem sok izgalom. Izgalmas, főleg, ha megtaláljuk őket, de így csak bajom a városba. Én szeretem, amikor gondolkodni kell, meg teóriákat kell felállítani, és így is ti is várjátok a következő részt, hogy mi lesz. Valakinek nincs kedve vezetni? Rossz a szemem. Hát ez az, Bike, most... ez az. Elindult a kocsit. Akkor átadom neked a helyet. Ennek nemzeti fel a pirosak. Nemzeti fel. Aki nem tankolat, menjen utánuk. Jó, 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 kapjuk el őket. Indul a fegyvert, célozzál és utánod a vizit, szállj be. Terzo elindult a bank fele. Úgyhogy jövőre bedúrhatjuk még izgalmasabbra ezeket a dolgokat. Most háza. Megyünk? Küldjed, Pömpi! Nem én vezetek már, mert nekem rossz a szemben. Ki vezet? Andrew. Ki? Andrew. Andrew! Nyomjad! Nem, ez állami bank, azt hiszem, azt mondták.
golfpálya. Holnap 18.30 fog kezdünk, igen. Kérjöttek jobbra a golfpályán. Golfpálya. Valaki legyen, Pompi, te jelölt folyamatosan neki, jó? Micsor? Te az infózik, infóznak rádion, te mindig jelölt, hova menjen a sofőr. Na jó. Most golfpálya volt. Fordulj meg, fordulj. Jó, mondtam ki, hogy miért. Városháza. Városháza. Pömpi, gyerünk! Tudok fel, hogyha... Üldözzük a pirosokat. Én ki a sofőr? Napszínűszedül fele a lakni. Vettétek? A célszedő tudjátok merre vannak? Merre van? Pömpi mától van nálunk. Megvagytok, srácok? Elkaptunk egyet. Jó, rakjátok be a kocsiba, és akkor ügyük el egy helyre. Kettő. Srácok, megvannak holnapnak a pirosak az acélszedőnél. Jó, de elkaptunk két embert, hova vigyük őket? Valami jó helyet mondjatok. Nem biztátok a véletlenre. Nem, a muszáj ilyen embereket körülvenni. Foxy az itt talszik, vagy fel tudva? Építkezés. A Mirror Park építkezés. Viszont nem. Igen vagyok a izébe, Csippe. Valahova befér a piratúra? Nem. Esetleg lejöhet egy ilyen. Hát én a ficsem. Kilő? Kilő, és látszok. Az alfával nem tudom mindenki. Kilő? Szájpöl, itt meg a alfából. Fehér alfából. Tehát Leo az a te kocsira. Kilő a tömpölőjék ülnek benne. Beültettem ide oda. Meg miért lőttetek? Nem tudom, ördög, az ördög lett. Akivel voltam ember, az itt van rádió? Srácok, az egyik ott van az alfában. Köszi Kex. És a másik DM-t. Köszi, köszi. Bátok van, van a kocsikba? Akkor szedek ki magam. Vezeted? Köszi szépen. Nincs semmi kocsikba. Mi a baj? Az, hogy rádiózok. Senki. Nagyon halk vagy. Két pirosat, azt azokat fegyvereztük. Jó, hova vigyük őket? Mondjon valaki egy helyszínt. Az Mirror Park építkezés. Temető? Építkezés? Mi lenne, ha temetőbe vinnék őket? Úgy tudja, megöltök majdnem a fiúdat. Jó, akkor szellemház, azt jó, be tudjuk védeni, jó? Szellemház mindenki. Zsaru, zsaru, zsaru. Iszkoljunk onnan el fele gyorsan. Jó napot, urat! Jó napot! Semmi keres... Robol. Ki? Jó napot! Jó napot, maga ki! Jó napot! Maga ki! Itt semmi látványosság nincsen. Elintéztük a problémát, elhárítottuk. Jó. Illegális gyorsulási verseny volt, de eloszlattuk a tömeget. Hol van, köszönöm, de maguk sárjanak itt. Rendben, minden jót! Húha! Főnök, elkaptam még egy piros. Nagyon szép, hozzátok szellemház, szép munka. Megyünk, hozzuk. Csert, hol a szellemház? Én meg itt hagytok nekem egy vigyétek autó. A kocsiját, ti meg vigyétek át oda. Itt van valahol, ugye? Személy van nála. Necces volt. Az még jó. Necces volt. Rendőr bácsi. Azt maga meg kicsoda. Martinez Thompsonnak hívják az egyik pirosat. Jó, rendben, mindjárt kifaggatjuk őket, de kell a pénz meg a fegyverünk, amit elvettek. Ez a pirosok jöttek? Köszönöm a támogatásokat, karácsonyi donéteket, aranyosok vagytok. Ja, simán ott vagyott mindenki. Hát kell a rádiófrekvencia, hozzák vissza a fegyvert. Valaki tud frekvenciát nézni? Elkaptam az egyik pirosat, már nézem a frekvenciát. 682. Nem bántjuk magukat, de elkudjanak. Felmegyek. Jó, menj el. Hello, nem kéne ide hozni mind a kettőt, hellóka. Különböző sarkok, barátsuk már előket. Már is. Ne hallják az egyik a másikat. Másik sarokba vigyétek be a másik pirosat. Piros sapkás legyen szíves, menjen át a másik sarokba.
Jó, uram, ön ott volt-e, amikor ma elkapták a farkasmaszkos emberünket, és 30 ezer dollárt kértek érte, illetve elvették a fegyverét? Laptop 3 ember van nálatok, szóval inkább azt beszélgettük kéne. Ez lehetetlen, mert mind ma senkit nem kaptuk el. Rendben, akkor megkérdezem a társát. Rendben. Hol a másik? Mennyi másik, van? Másik ja, oldalt adta. Köszönöm, szívemre teszek a kezemet. Nem kaptunk el senkit. A rádióról a csatlakot? Leo, téged nem keresnek közben. Akkor mindjárt visszaadom, aha. Jó, nekem egy kérdésem van. A rendszámát lefotózom. Amikor a farkasmaszkos emberünket ma önök elkapták. Ön ott volt-e? A rádióról várja. Rendben. Melyik az, akinek vágtak a hátába valamilyen... Csak semmi, hirtelen nem aggódom. Várjatok meg, majd minket is, megyünk mindjárt. Köszönöm. Ő normális, meg egy... Tessék. Várjatok meg minket is, mert viszont még egy pillanat. Tudják-e, hogy miért kaptuk el önöket? Lövésem sincs. Jó, ma elraboltak az egyik emberünket, farkaspaszkos ember, elvették a hangtompítós fegyverét, illetve 30 ezer dollárt kértek cserébe. Igen. Ezek önök voltak, igen. Én ilyenről nem tudtam, az a helyzet. Jó, akkor maguk fogják meginni a levét, hogyha nem fognak idehozni 50 ezer dollárt és vissza a fegyvert. Valakit tájékoztatni kellene, hogy önöket életben hagyjuk és elengedjük. Kopasz, tudod már? És erre 10 perce van, nem több 10 perce. Hogy ezt megcsinálja, így vagy úgy. Megoldja? Leszalom. Egy felettesét keresse meg. Vagy aki tud erről a témáról. Azonnal 10 perce maradt, kecsök az idő. Visszakérhetem a rádiót? Természetesen. Adjatok vissza neki. Szép a tudom. Nem én vettem el. Én vettem. Köszi. Én vissza is nyújtottam a rádió. Az úton lenne egy kérdésem. 682-es rádió vannak, ugye? Igen. Jó. És akkor miért nem mennek megmukkanni a rádió? Jó, ön szóljon bele. Jó, egy rossz szót szól, fegyverjük magát. Mondja meg, hogy elrabolták, és hogy váltsak díjat követelünk önökért. Halló, itt vagytok rádión? Ez se volt ott. 685, Kutyuli? 682. Hol a harmadik? 682. Válaszoljatok, kurva gyors. Még maha lehet. Hol a harmadik? Van itt élő ember ezen a rádió? Kéne lennie. Vagy most nincs pofátok románni. Azt nem tudom. Ilyen. Lehet, hogy váltottak amúgy közbe, viszont akkor írják, írjad ki Róka, hogy a pirosak jöjjenek vissza a frekvenciájukra, jó? Kérlek. Beszéltek pár szót a srácban? Intézem. Beszélhetsz, igen. Na. Figyelj már. Tessék. Kutyuli. Igen? Majd én tárgyalok rádión, jó? Jó, van, nyomasz. Köszi. Amúgy. Melyik a fájdalmasabb szerintem? Tukon vagyunk ám. Róka kiírja? Nekünk kell 50 ezeret kérünk, az reális, nem? Meg a pisztolyunkat. Nem tudom, hogy Róka kiírja-e. A pirosok azon jönnek vissza az előfrekikre, mert a társuk életveszélyben van. Teljesen jó. Látjátok fölöttem. Teljesen jó. Állami nem tudod. Ott engem. És vagány tökös gyerek. Hát farkas. Ez itt a harmadik. Az az. Egy másik sarokba légy szíves. Igen, jöjjön. Ő az, mert a másik ez kettő nem volt, tud senkiről. Ez hogy... ott volt, ez 1 millió százalék. Jó. Na hát akkor... Menjen egyenesen a sarokba. Mennek szóltam a publik, te vegye le a maszkot és le is pattintotta. Jó, uram, akkor én ott voltam, amikor a farkast elrabolták ma. Igen. Rendben van. A tudomásom szerint 30 ezer dollárt vettek el tőlünk, illetve a hangtompítós pisztolyát. Hangtompítósról nem tudok, de 30 ezerről igen. Rendben van. Van esetleg felettese, vagy ön a főnök? Nem. Akkor 50 ezer... Most vagyunk itt 3-4-en köbben a város. Értem. Foxy, meg Sprite. Foxy, meg Sprite... Igen. Foxy az nincs a város. Rádión nem érjük el őket, az a baj. Én meg Sprite vagyok. De te vagy akkor a Sprite. Jó, jó, Sprite, hogy tudnánk megoldani, hogy akkor, ha a fegyverről nem tudnak, akkor az 50 ezer dollár, azt elvették te a zsebedből, farkas? Mit? A fegyvert. A fegyvert, persze.
Jó, oké, akkor hangtompítót azt leszerelték biztos, az nem érdekel. Akkor 50 ezer dollár sprite kellene nekünk adnotok, hogy elengedjünk titeket élve. És egy kombatot 10 percen belül szedjétek össze négyen azonnal. 10 percetek van, indul az óra. Jó, annyi baj van, hogy nekem a bankszámlámon csak 8 ezer dollárom van. Jó, akkor még szerezél 42 ezeret és egy kombatot. Nem, mire költöttél még a 10-esből kettőt? Minuszban volt. Így, szoború. Ma akkor, amit a 30 ezeret elkértetek, azt elköltöttétek. Hát, nyolcsal neki. Nem. Elosztották. Három. Értem, elosztottátok három felé. Jó, milyen célzattal raboltátok el a farkas csak úgy? Mert hogy láttátok az utcán és elraboltátok? Igen, túsznak akartuk. Ja, tényleg bankra akartátok vinni, ugye? Igen, igen. Hát csak lefüstöltek minden autóval. Jó, figyelj, Sprite, mit tudsz felajánlani azért, hogy mind a hármatokat életbe elengedjük? Mert így, hogy elköltöttétek a pénzt. Hát te adnám. Mit kezdünk az a 8000 dollárra? És többért nem menjünk. Meg még max egy kombatot tudok adni, mert annyi az össz vagyonom. Szegény. Meg még ilyen Flica USB, meg Magnet Cardom van. Az a helyzet, hogy igen, hogyha ilyen csórók, akkor nem tudunk mit kérni tőlük. Teremtsék elő. Viszont az egyik főnök elhagyta a várost, ahogy kiszállt a Chargerből. Akit mi hoztunk. Hoppá. Hoppá, hoppá, hoppá. És már vártunk rá egy 5 percet, hát és nem szállt a Chargeres a főnök. Picit hátlébb álltok, légy szépen. Annak megvan egy az picit, személye egy picit álljon mindenki hátlébb, kélem, mindenki álljon egy picit hátlébb. Arról neked van GoPro? Az a baj, nem tudom. Mikor lesz te is állj hátlébb, állj hátlébb te is. Jó. Úgy köszi, várjál, lefotózlak, így csak az arcod kell. Várjál. Moszoljog játszok. Moszoljog ilyen, barátom. Belemegy az aranyos az RPV, így van, de szegény tényleg nem tudom, hogy nincs pénzük. Leo, akkor tudsz szer. Hey, moszoljogjon. Igazából meg kell kérni tőlük, hogy többet ez ne forduljon elő. Bacsi. Mert akkor megöljük őket. Viszont ott a szaggatott hajó barátom, az tele van pénze. Jó, akkor hívjátok ide, jó? A szaggatott hajót, légy szíves. Szaggatott hajó jön. Szavakat adom rá, ha megadják a pénzt, el fogjuk élve önöket engedni. Jó. Rendben. Azt mondja itt a barátja, hogy ön tele van pénzzel, ön ki tudná fizetni nekünk az 50 ezer dollárt? Hát ez nem igaz, mert hát nem tudom pontosan mennyi itt, cheese, hol, ki felém nézzen, a kutyamaszkos felé. Ja. Igen? Kutyamaszkos felé nézzen. Jó, igen? bocsánat, ne bácsánat. Hát van pénzzel, de 50 ezer, tudom, ilyen 15 és 30 ezer között van, bocsánat, nem tudom én. Majd szépen összedobjátok hárman. Hát jó. Ezt mondom én is. Figyeljetek, összedobjátok, az figyeljetek, kész. Figyeljetek, a 30 ezer, ha van a számládon, kérjük vissza a 30 ezrünket, és utána soha többet nem piszkáltok bennünket, mert akkor még durvább dolgokhoz fogunk folyamodni, jó? Plusz egy kombatot még hozzá sartam, amiben erre. Én értem. Ha most nincs a kombat, akkor érte fogunk menni. Egy újat lecoptátok már? Mindig ne copjatok le egy újat, jó? Nyugodj már meg, hogy ne bántsátok őket. Ne bántsátok őket, nem tudják, hogy hova nyúltak sajnos. Hát, losszaj le. Hát, kérdezik ott, hogy én azt nem tudom, hogy most miről van szó, hogy miért lettünk elkapva. Tudja, miben nyúltak bele a szalba? Itt a Sprite. Sprite? Vagy hogy hívnak? Bocsi. Sprite, mint az üdítő. Ő mondta, hogy ő ott volt. Ma elrabolták az egyik emberünket, és 30 ezer dollárt kértek érte. És meg is adtuk azt a 30 ezer dollárt, hogy elengedjék élve. Semmi. Úgyhogy ki szeretnénk visszakérni ezt a 30 ezer dollárt. Aztán majd tényleg rendeltek egymást, hogy akarják. Pontosan, így van. Oda tudjuk adni, akkor el tudunk menni. Természetesen. Jó csinálja. Akkor elengedjük önöket, hogyha visszaadják a 30 ezer dollárunkat. Nagyon félek, nagyon sok fegyver van rám futva. Meg tudja ezt oldani, ha valaki elmegy magával? Hát szerintem. Vagy át tudja utalni? Nem utalunk, nem utalgatunk. Azt nem szeretnék. Hát ha azt mondom Róka, hogy nekem utoljárt, akkor át fogja utalni. Jó van. De készpénz, de ne jobbra. A készpénz jobb, így van. Valaki elmegy vele? Elmegy vele. Micsoda? Valaki elmegy vele? Szegény Róka! Hát de tényleg, már én szavam nincsen. Yeah. Amit én mondok, azt nem lesz. De ha úgyis tudják a nevemet, akkor átutalják a pénzt, akkor utalják át, ha azt mondom. Jó, meg lesz a pénzünk, akkor elengedjük önöket. 5-6-6. Gyere. Mindig megvétózzák az én döntőkömet. Sorba kopasz, telefonon. Hogy motorra körülnéd.
Szavatlan. Kiment az emberrel? Meg a Bence. Jó, oké, akkor nem tudom mennyi van nála, 30 ezer kéne, hogy legyen. Persze, ő csak jót akart. Róka, én tisztában vagyok azzal, hogy te csak jót akartál, de légy szíves, hogyha én azt mondom, akkor az úgy legyen. Ma számtalanszor megbeszéltük. Jól van. Köszönöm, de értem a te helyzeted is, köszi. Igen, ő csak jót akart. Igazából nem az ő helyzetét, hanem a tiédét akart a védelő. Azt mondom, hogy én megértem, hogy ő miért mondta ezt. Tíze van kopasz a Leo. Megvan kopasz. Már nem voltak ott a rendőrök, az előbb körbevették a tekilalát. Hallod, de mit akartak tőled? Nem tudom, csak a felhívásokban keresték a tekilalat tulajt. Kopasz elment? Hát nem tudom, hát kopasz elment, azt most mondta, hogy már nem voltak ott, de mikor jöttünk ki, de fele körbe volt véve a tekilala, és nem egy rendőrkocsi, meg nem kettő állt ott. Meg vagy 6 vagy 7 rendőr. Jó, hát 27-ére próbáljátok akkor ezt megoldani, jó? Az a baj, te nélküled meg ugye nem fog menni, Mártin, ez. Persze, persze. Azért mondom, 27-én én leszek. Ki van itt? Van itt a nemzeti név valaki? Vagyunk ott. Kinek nagyon közelről jönnek. Gyertek nemzetihez. User, itt nem erről van szó, hanem én nem veszem annyira komolyan, hogy elrontsam másoknak a játékélményét. Szerintem meg te nem érted, ne haragudj. Oké, hogy lájszívű vagyok, de egy ilyen kisrác, akinek semmilyen nincsen, és megsemmisítjük, és teljesen a játékélményét tönkretesszük, szerinted lesz kedve itt játszani nálunk? Ezt úgy kérdezem, mint tulajdonos. Vagyunk vissza. Itt nem, az RP-nek nem az a lényeg, hogy tönkre tegyük a másikat és a teljes játékélményét megsemmisítsük. Mindegy, azt hanem, hogy alkalmazkodjunk a másikhoz és jó élménye legyen mindenkinek. Kérdezzük, hogy leszálljon a gépe és ugyanúgy nem. Nem Leo. Megalázni, meg megsemmisíteni Leo, akarjuk a játékosokat. Mikulás. Igen? Mi? Figyelj, Scoffy, gyere. Valami Martinez volt. Mondsz, hogy a Martinez nem kérdezik. Igen? Csávukával arra az ülőre jutottam. Egy fél perc. Állj meg. Annyi főnök. Megvan a pénz? Itt van, egy 25 volt a számodra. Rendben van. Így, várjatok. Ne kérjetek el tőlük még sem. Mert a másik srác olyan taxot mondott nekünk, amivel jobban jár. Rendben, hát még mondjad. A 30 várja. Nem, jobban jár. A másik csávó azt mondta, hogy két nap múlva, azaz holnap után, délután 4-5 fele, ő leszállít nekünk 50 LSD-t, 50 spongvit, az eltűnt fegyvert, egy kombat pisztolyt, 50 ezer piszkos pénz, vagy 40 ezer dollár tiszta pénz. Hát ez... Ez egy... Nem, ez... ez Bjorn, mert egy maffia főnök nem lehet kedves, hát ugye? Azt mondta, hogy maffia főnök az egy világi bunkó szemét... A srác az tisztában van. Nem, fel, nem, nem jó gondolkodtok, én úgy gondolom. Nap, mint nap teljesíteni fogom neki. Én ott körbeállom minden nap, tudom, hogy hol laknak. Mondtam neki egy olyat is, hogy elengedem én úgy a srácot, hogyha főnök itt feladja telefonszámmal, névben, autóban. Akkor utána dobta fel egyben ezt. Skó, kutyuli, gyertek vissza, mobsz. Szerintem, hogy... Jó, legyen így, figyelj, akkor hajas baba, adjál nekem 15 ezret, és a többit akkor intézik a többiek, jó? Nagyon patika, ez ilyen. 135. Ma tiszta ideg vagyok, nem, csak akkor képzeljétek bele a kisrácok helyébe ma, akik most kezdték a játékot a szerveren. Hol vagy, Farkas? Az egész kis szerint család nevében szeretnék kosodok kérni. Farkas? Nem tud a telefon számos sem, meg semmi. Ne, egy maffia főnök legyen kemény, nézzétek meg a sorozatokat, amik a maffiákról szólnak, nézzétek meg. Legtöbb ugyanúgy vannak érzelmeik, minden. Mondja, te keresel? És, igen, és ez egy játék, hogy mindig, nem a való élet. Jó, odaadta a 15 ezret nekem. Vagy 26, nem tudom. És akkor Scofield mondja a továbbiakat. De főnök, te most ezt állítod, elengedjük őket is, ennyit oda fognak nekünk adni. Figyelj. Meglátjuk. Mit mondtak? 3 nap múlva, vagy 2 nap múlva? 2. De a fegyverét visszaadták a farkasnak? Azt mondták, hogy a fegyvert is hozni fogják majd 2 nap múlva. Azt nem, azt most hozzák vissza. Ja, az nem azt szerintem az már nincs meg nekik. Főleg, hogyha elvették, az a hangtompító az már is tűnt. Az maga másik. Az a baj, most ha várunk 1-2 napot, akkor lehet, hogy többen fognak. Igen, megerősödnek, hát jönnek vissza többen. Az a baj, azt kellene 2 kinyírni, és 1 meg vigyel tovább az üzenetet, hogy máskor nekötek egy gyerek. Most
ezt alig tudták kifizetni, akkor honnan szednének össze annyi pénzt még? Jó, hívjátok ide a másik kettőt, és akkor mind a háromnak mondjuk a, meg a dolgokat. Pablo Escobarra. Hát na, na ja, na, őt nézd meg. Ő támogatta az ottani embereket, akik ott éltek körülötte. Lehet én gondolom rosszul, akkor meg elnézést kérek. De ez még mindig nem a való élet. Nálam van. Akármennyire ilyenre a szabályokra épül. Elégéssel itt a lábam. Te azt az elveseketlen számom. Köszönöm szépen. Persze. Jó, ide hozzátok mind a hármat, és akkor Schofield tájékoztatja őket a továbbiakról. Adtak már 20 000 nekem. Volt az a fehér hajó? Nem, nem a másik. Ó, pont. Ja, még ott van egy, azt majd megvárjuk őt is. Azt mondják, az a főnök. Na, igen. Ja, melyik a főnök? Az ott a kösarabom? Hát, amelyik szürke szamára ködbe. Azt szóltam, hogy hozzák, azt mondták, mindjárt még üzletelnek. Jó. Igen, az az ember, ki felajánlott 50 LSD-t, 50 igen, jobot. Igen, arra várom. Izét. Ja. 15-öt adott? Jó. Jó. De nekem a legfontosabb a fegyverem. Nem tudtam, hogy múthat nálam. Jó, ezt rátok bízom, nekem adott 15 000. Rendőrökt hallok. Igen. Itt vannak kint a rendőrök. Nem tudom, mi csinálnak. Na rájönnek itt bóckod. Igazoltad. Igen, amikor idehoztátok a nagy járművel, rádiózott. Nem rádiózott, bocsánat, telefonozott. A rendőrök. És pont akkor jött el a telefonját, amikor ráfújtam a fegyvert. Ezt tegyem el magamnak? Letegyük el mindent. Vigyázz magadra. Bizniszelnek még? Aztán mehetünk a Mayanshoz. Hát farkas, te ezt a te pénzedből fizetted? Hol a farkas? Ja persze. Te pénzedből fizetted? Anyaszom vagyunk. 5-6-6, akkor adom a 15-öt, és akkor majd megbepótoljuk a másik 15-öt. Na és a pénz a fontos nekem a fegyverre. Igen, annak több jelentősége van, mint egy fegyvernek. Hát igen. Azt kaptam ajándékba. Az felbecsülhetetlen. Úgy van. Visszaadtuk Benjamin. Lici. Meg egy szupresszoros pisztolyt, meg egy kombatot. Ja. Ennyire hogy az, hogy innen mind a hárman elmentek. Schofield, jó nyomja már most. Jó. Se bátódásoknak nem esik semmi. Rendben. Akkor nem bajotok, hogyha ezt a üzleti megállapodásunkat nem tartod. Vinik jön a többi piroshoz. Körbenézel ide hátra. Ha nem tartod, akkor baj lesz. Na gyere velem. Jó, ezt na, tovább is, de a többieknek is szó, jó? Mindegy, azt is megtudtuk, most már hol laknak főnök. Jó, oké. Ezt rá tudom. Szocélszedő mellett laknak. A piroskák. Aha, mindenkinek mondd el. Ninja. Igen. Aztán indulnunk kell. Mondjad, igen. Na, szavaztok, fiam. Azt jelenti, hogy holnap után, én délután 4 óra, 5 óra körül csörgök itt a srácnak. Egyből fel fogja venni a telefont. Össze kell szednetek 50 000 diszkost, egy kombatpisztolyt, a szupresszoros fegyvert, ami eltűnt, 50 LSD-t, illetve 50 spangot. Ezt én, hogyha hívom, leszállítjátok nekem, és innentől kezdve, hogyha ezt teljesíteni fogjátok, nem fogok baszogatni, én legalábbis végzem titeket. Ha nem teljesítitek, akkor fogalmazunk úgy, hogy ez a szituáció, amit láttok mögöttem, ez mindennapos lesz. Minden nap meg lesz keserítve az életetek, és elképzelhető, hogy nem csak a felsőtök, meg a ruhátok, meg a cipőtök lesz piros, hanem mindenetek.
Remélem tiszta. A Schofield jól nyomja. Pumukli? Neked? Kétszer? Jó. És itt a középsúrbiemben? Értitek? Remélem érthető, amit mit mondtam. Hogy yeah. Tényleg valaki jön egy új frakció és gyengék, hát nem az a cél, hogy mi most holnap után ellehetetlenítsük őket, hanem jó? Hogy semmit nem láttatok. Le. Nem találkoztatok velünk. De azért nem történt semmi. Nem, 566-on vagyunk. Ez még szerintem még vagyunk egy jó páram, ezt felejtsünk. Bocsánat, hogy így kiakadok a csöten, csak ha esetleg én így látom. Annyi infót szerezni, hogy a főnököknek a meg telefonszámát. Akkor azért még, hogyha úgy adódik én. Holnap után fizetni is fogok. Nem kis pénzt. A földön. Nagyon jó. A főnök. Mit szóltak ehhez a nézt? Szerintem. Ez így megfelel? Ennyire messzire ne menjünk el. Jó, én csak ajánlottam még egy dolgot. Ahogy ezt így megbeszéltük, ez így tökéletes. Jó, akkor ahhoz találtam én is magam. Én meg majd csörgök neked. És aztán rendezik a dolgokat, jó? Minden szépen beülünk az autóba és elmegyünk. Jó? Rendben. Az Alfával voltatok? Ti voltatok az Alfával? Jó, oda parkoltam vele, azzal akkor elhagyhatják a helyszínt. Melyik Alfával? Ott a sarokba, ott oda parkoltam vele. Van egy szürke szín. Aha, szürke, azzal jöttem, elhoztam nekik. Na jó, srácok, megvárjátok, amíg mi elhajtunk, jó? Aztán mehetek is. Minden jót. És még a maradék 15 000-et is hozzátok. Mert most csak 15-öt adtatok. Nem akartalak kisemmizni, azért kértem csak 15-et. Jó, de körbe volt, miért van a tekilalat? Nem mentek oda, nem mentek oda. Hello. Hello. Ráliszt egy perc? Micsoda? Ráliszt egy perc? Persze, menjünk. Nem kell együtt menni, mehetünk a Majanszhoz, jó? Ott találkozunk. Ninja, gyere már ide a sarokba. Ja, ide. Valaki vigye ki ezt a Hammert, meg azt a másikat. Megyünk a Majanszhoz. Ezt a Zolt, valaki eljön. Várjál, lekapcsolódok rádióra. Igen? Ugye a Székely-Szilárd keresett minket tekilalánál. Igen. Mondta, hogy menjünk be a rendőrségre. Igen. Van valami, amit tudnunk kéne? Hogy mondtál valamit onnan? Vagy... Nem, semmit. Annyit mondtam múltkor, hogy szeretek a tekilalába iszogatni. A másik két vendéglátóipari egység az nagyon rossz. Ott kábítószereznek. Én szeretek iszogatni a tekilalába. Jó, ennyi. Csak ugye körbe jó, volt léve a rendőrök. Körbe vették a tekilalát. Most meg már a kopasz meg engem a rendőrségen várnak bent. Az mondjuk nagyon rossz, mert Székely-Szilárd ebből azt következtethette ki, hogy ott is megy a kábítószerkereskedelem. Jó, lehet, hogy ezt tiszták akarják. Tiszták vagyunk, szóval csak hát mindegy, persze, akkor... Tiszták vagyunk. Ha rákérdez, akkor oda jársz néha. Oda, én oda járok, így van, én ezt el is mondtam neki, iszogatok, ennyi. Oké, jó, ennyi. Jó, oké, okay, király. Mit mondjunk? Okay. Megyünk a Majanszhoz, okay. Megyünk a Majanszhoz, jaja. Várjátok, nem jössz akkor most ja, de ti ezt tudjátok intézni, persze, menjetek nyugodtan. Jó, akkor mi megyünk külön a kopasszal. Jó, akkor ott találkozunk most. Vigyük már az ezüst színű alfát, azt ne vigyétek el. Figyeljetek, aki számára unalmas a tárgyalás a Majansznál, nyugodtan el mehet rabolni, jó? Hogy ne álljon csak ott. De jöhet mindenki értelemszerűen. Srácok, mert vigyekezzük, jó? Mindenki álljon kifelé, tök mire ne itt szokodjunk. Ide tudok még ülni? Van hátulhely? Csak álljon kifelé, mindenki álljon kifelé, kifelé, mehet mindenki. Hát semmit, mert mindenki össze-vissza nyomja. Mert még van két ember. Van egy. Van még két. Jó, köszi. Nyertem ki. Kopasz, de viszont mi nálszor? Éli szünet, így van, végre. Mert én elmentem szeretet. Menjük. Most megyünk a Majanszhoz. Már itt maradt még egy ember. Schofield jó nyomja, nem? Csak halkan beszél. Srácok, ha egy 15-20 perc múlva nem jönnénk, akkor örültem, hogy ismertelek titeket. Megvan. Kegyen el, nevedet se tudják. Srácok, valaki jöjjön már vissza, légy szíves, hogy lehet minden. Van még helyünk? Egy van, azt hiszem. Pömpi mész? Igen, Pömpivel megyünk vissza. Kapkor. Majansznál találkozunk. Nézd meg! Ott beszáll oda. De ne abba szálljon bele. Fehér alfa. Itt. Nagyon jó, mehetünk. Majansz, so. Tudjátok merre van? Én nem. Ilyen semmit nem ismerek konkrétan, ha azt nézik. Semmit ugye valahova erre van. Nem tudom, hogy vagy tudod vele, de ez úgy lehet, hogy bejön az érzajóra.
Ja, ja, csak nagyon halk vagy, Schofield. Na, mondom. Bocsi. De jó, jó csináltad, szép munka. Kopasz meg én, addig lejövök rád, jól. Rendben. Jó, összeszedett a csapat. Mi is megyünk a Mayanshoz? Persze, ha van kedvetek, csak nem akarom, hogy ott unatkozzatok, mert tárgyalás lesz igazából. Jöntök egy lájkot, mindjárt 700 lájk! Nem flexelek most az új Bernával. De halljátok, hogy kell 400, kéne 500 ezer, hogy meg tudjuk csinálni a motort, meg a páncélt. Megint hogy eltelt az idő? Küldik ám nekik. Küldjed neki! Küldjed! Pömpi! Te vezet? Én vezetek, hát. Jó, meghalunk. Nem halunk, mert nem kutyudi vagyok. Ja, jó van. Nehogy itt legyen a korsan. Tyler-t megint le kéne húznia. Tartozunk még neki 50 ezerre. Most már elfelejtettük. Akkor ez? Köszüzet csinál neked is. Levennénk a frakik, menjünk a frakik, aztán 310 ezer. Na, abból kijön egy motor. Adodj be pénzt és serpézd le, hogy örököltet. Kedves Bence, itt vagyunk 1100-an. Biztos vagyok? Hallod, be is zárhatnánk a szervert, én ezt megcsinálnám. Micsoda? Biztos, hogy itt van. Menjél tovább, egy, igen, egy szerelőtelepnek kellene lennie. Az másik szerintem, amire te gondolsz. Ez egy dom, meg egy börtön. Várjál, megnézem én. Még egy kicsit előre. Még előrébb, jaj. Menjél csak. Hát ez nem az. A másik oldal van. É, de itt van balra. Ez. Nem, nem ez. Tudom hol van, tudom, lesz, már láttam azt a helyet. Valaki vegye ki előre is, kérlek. Várjatok, már tankolok gyors. Jó, jó, megvárom. Neked nem kell tankolni, Pömpi? Tankolok én is. Jó, jó. Szavasz, Feri! Autót tankold meg, ne a gyomrod. Á, ja. Amúgy, bocs, hogy egy kicsit átvettem az irányítást a kihallgatáskor. Nem baj, hát azért rád bíztam, direkt mondtam neked, hogy nyomjad. Engem csak a pénz érdekel. A biznisz a te részed. Ja, hát de most már sokkal jobb a hangod. Ja. Te is édre. Barátomnak mindig jó kocsi volt. Ó, megvan akkor a hely. Várja, beszaladok oldalad is. Lántajágú lehet. Várjuk. Ja, várjuk. Cyberek konyhát újítanak fel, aztán azóta nem lehet. Lehetőleg legmesszebb át. Majd reméljük visszatér. Ja, el lett utalva a 190 ezer forint a leukémia gyerekeknek, meg az állatmenhelynek is vásárolnak. Azt hiszem holnap viszik a cuccokat. És megköszönték levélbe a remény alapítvány, úgyhogy nagyon örültem neki én is, hogy tudtunk segíteni. Mizu? Meg vagyok dicsérve így az első napon? Ja, jó nyomod. Maradjon is így. Nem akarlak kinyírni. Köszönöm, nem, Dávid! Nem. Dobj egy e-mailt, jár a két dedikáló kártya a tagságért cserébe. Nem is találkoztunk még, nem mondtad a dokumentum, mi? Hát el kéne mondanak, nem tudom, lesz arra idő. Jó. Nincs sose semmire se idő. Ez a baj. Itt vagyunk, mert történt egy nagy incidens, Ghost meghalt. Berobbant a benzinkútba. Ghost meghalt! Nyugodjon békében. Szerintem. Ezért jó volt a benzinkútot megközelíteni. Martinez, majd gyertek le a tárgyalóba. Ne megyünk a... Rendben. Azért a mondom, jó? Hogy akinek nincs... Ahol be ez egy tárgyalás lesz, nyugodtan mehet rabolni, meg más csinálni, jó? Csak mi menjünk Martinez. A vezetőszegézék? Igen, azért ide? Mondom, a többiek nyugodtan csinálhatnak mást. Mi kellünk jöhettek te is, vagy legalábbis te volna jöhetsz. Most elvettétek a fegyvert. Azt tudnod kell, hú ember, hogy ők voltak a régi szövetségeseink. Köszi Tamás. A tagok ezt be tudják küldeni, hogy hány hónapja tagok? Itt a műsorban. Jönk egy páran. Ghostot átvizsgáltátok?
Szerintem, jó. Ja. Hol van a Ghost? Berobbant. Jaj, vigyázzál. Jaj, na csajok, nézd meg. Na a nő nem tud vezetni. Jó, de most betolja a király. Ott van. Igen, az e-mail címem. Szevasz, Józef. Dávid, igen. Szevasz. Csá, megjöttünk. Sziasztok. Csáó, szóval volt. Két prospektet rendezmánél, hogy védjék a bejáratokat. Angyal áll az van, fejjön. Rögtön egy szomorú hírre indítanék. Jaj, majd a tárgyalóba. Majd a tárgyalóba mond, lemegyünk, jó? Jó. Na. Légy szíves. Igazából csak annyi az egyik emberetek, neki szaladt a benzinkutunk. Ja, igen, azt mondták rádiósznak, hát miért nem figyel? Adjatok neki új szeret. Nem tud vezetni. Már tényleg, szögyelj, tudunk dumálni egy picit? Gyorsz, ja, gyorsz, gyorsz lenne, jó? Menjünk ide a biliárdasszal. Jó, gyorsz, gyere, ne, de... Itt, le. Itt. Mondjak, mi újság? Figyelj, már hallod? Most tényleg nem ellenkező a koruk felett, meg ilyesmi. Csak légy szíves, valaki gosztolt vegye el a kombat. Bevitt mellém kociba. Picit beszélget. És hallottam, hogy elészetről jött egy... Érted? Jó, most úgy vette ezt a Leave-on, hogy letelepítetted, érted? Hát igen, mert mindig hiába mondok én valamit, te vagy bárki, rögtön más mond. Ha én átmondok, akkor B-t. Azért persze. Mondtam utána neki rádióba, hogy értem az álláspontját, de hogyha azt mondom, hogy így van, akkor így legyen. Mert lassan már én, hiába vagyok főnök, nincs meg a tisztelet. Hát én ezt értem, tudom. Hát ő is volt, hogy ez csak egy javaslat lett volna. Tehát, így van, hogy... de úgy lekiabált ő is ott hirtelen, hogy azért reagáltam én is így. De jó, akkor ezt kettőtök között kell leboxolni, csak nem akarom azt, hogy ilyen hát harag legyen. Hát én ezt megbeszéltem, nincs harag, én ezt utána mondtam is, hogy értem az ő helyzetét, de hogyha én mondom azt, hogy utolját, akkor ne kiabáljon rám, hogy nem. Jó, csak az, ezt azért, figyelj, azért mondta, félre ne érts, Máté. Félenejátsz. Itt van tégla. Tehát ugye bocsánat. Általában mi több időt itt töltünk, tudod, és hogyha a nevünk kitudódik, akkor érted. Vagyok, jó van, de még mindig én vagyok a főnök. Ha ez problémát okoz, akkor érted? De félenejátsz, ezt te vagy a főnök, te vagy a főfejesz. Na, hát akkor ha én azt mondom, akkor így lesz. Én ezt értem, csak védeni akarjuk a Szegedet, érted? Azért, hogy én, ne de legyen de én ezt mondtam rádióban, nem hallottad? Hogy értem, de... hogy Révén mit mond, akkor megint mit problémázol? Ne, én félre ne érsz, én rádióban sem voltam, és nem is problémázok, és ott sem voltam. Na, hát de akkor ő miért nem mondja, hogy ezt lerádióztam? Hát, nem tudom, én most nem tudom mi van, csak én próbáltam telelni a dolgot, meg citítani a dolgokat. Ne foss rá. Hát az a helyzet, hogy foszok, tudod? Ne foss rá. Szóljál a gyerekek, hogy jöjjenek le. Nincs baj, megbeszéltük már. Jó, hát nem úgy látszik, de oké, akkor hát figyelj, ha ő hisztizik még ezek után, akkor én ezzel nem tudok mit csinálni. Jó van bá. Most jó. Ebben túl gondolják, nem? Róka, gyere már, mert itt túl gondolja a kutyuli a dolgokat. Gyere, beszéljük meg, mert földegesít. Az, hogy hisztize neki az autóba. Én nem hisztizek az autóba. Na hát akkor azért mondom, a kutyuli ne folyjon bele olyan dolgokba. Megbeszéltük, valószínűleg azért szóltál rám úgy, mert félted az, hogy kitudódik a nevem. Én ezt de értem, hogy ezt meg hozzá. Is beszéltük. De hát én hogy szóltam? És semmi rosszul nem szóltam hát hozzá, igen, csak igen. Annyit mondtam, hogy ne utalás, hanem KP, mert akkor kitudódik. Így van. Én kicsit hangosabban mondtad, és akkor ezért reagáltam én is, hogy de ezt utána megbeszéltük mi egymás között. Beszél, akkor a kutyulinak nem kell belefolynia. Megbeszéltük, hogy én értem az álláspontodat, és ennyi. De nekem meg úgy tűnt, hogy próbálok segíteni mindenhol. Igen, rosszul jött ki. Igazad van teljesen. Én meg azért voltam ideges, mert hogyha én ezt mondom, akkor ti nem mondjatok mást, de mint mondtam, értem azt, hogy te csak megvédeni akarsz engem. Hát úgy, nem csak téged, hanem a családból. Így van. Úgyhogy ezt nem kell tovább gondolni, én is tudod, hogy hozhatok rossz döntést, és akkor ezt megbeszéltük, ez így van reggel. Hát pont ezért, mert bárki hozhat rossz döntést, és pont ezért akartam segíteni, hogy gondoljuk át, de én persze természetesen elfogadom azt, hogy másképp gondolod, nyilván nincs ezzel gond, itt van a ranglétra különbség. Csak ez most hirtelen furán jött le. Jó, azért mondom, hát azért vagyunk, hogy megbeszéljük utána. De hát utána a rádión én ezt elmagyaráztam neked. Hát akkor nem úgy, ebbe a hangzavarban semmit nem hallottam. Jó, akkor most megbeszéltük, örülök neki. Na menjünk, mert várnak a többiek, köszönöm szépen. Jó, én is. Na, hát ennyi, hát meg kell beszélni a kutya, ez a baj, ezért pletykának. Már beleszól egy harmadik személy, akkor ez van. Nem kéne flagmázni nekem, nem flagmázok, csak hogyha én vagyok a főnök, akkor az előbb azt mondtátok, hogy rossz maffia főnök vagyok, most meg az, hogy ez a baj.
Nem tudok kiagazodni rajtatok, csak ne haragudjatok. Itt vagyok. József, te a helyedre ülj le. Ne, te mi, de a... Itt van a tégla. Eszkobárc. Egészség. Na, itt vagyunk. Köszönöm. Na. A helyzet az, hogy azóta is jelentkeztek azok az úri emberek, szóval szerintem már az a része tártalan. Viszont hallottam egy olyasmit, hogy elvileg a pirosokat most fenyítettétek be. Így van. Így van. Na, lehet tudni, mi történt, mert hogy nekünk is vannak velünk fenntartások. Tyler, mondd el, légy szíves. Na, hát engem elraboltak, ugye bankot akartak. Hát elég szerencsétlen módon lefüstöltek mindegy, tiszta vicc volt. Nevettem rajtuk, és elvették a szuperszoros fegyveremet. Jó, van, illetve 30 ezeret kellett adjak nekik, hogy elengedjenek. Mert ugye a főnök slamasztikából, nekem fontosabb volt az, hogy a főnököt védjük meg. Így inkább adta nekik 30 ezeret, hogy elengedjenek el. Sok az alfőnök, mi? Ja, lehet. Illetve egy késsel kicsit megbogdosták a hátamot. Á, értem. Ajajaj. Na mindegy. Kérdésem akkor az lenne, hogy drogügyében hogy vagytok, hogy csináltok LSD-ket, vagy nem csináltok, vagy... Ezen nem mozgunk, de hát ilyen nagyon hátkóra nem gyűjtögetünk, de elvileg azt látszok, néha így el szoktak melegetni, meg körülnézek a szigeten. Na, akkor mondom nektek, ne menjetek ki a szigeten, mert pórójátok, nagyon. Tudjuk. Több szempontból is itt a róka tudna messzélni, hogy miket kapnak a lablászokból. Meg nem csak az, hanem... Tehát jelen pillanatban kettő bagázs uralja a szigetet. Kicsoda? Kicsoda? Tehát... Tegnap... tegnapi nap folyamán... Tudtomásunkra jutott az. David is itt van, és itt van a Michael is. Akkor József nem volt itt. Ez így történt. Két bagázs uralja a szigetet. Ők ketten, úgymond a drog nagy hatalom jelen pillanatban a városban. Az egyikek... Most már akkor így merem nektek mondani. Devil, légy szíves. Az egyik a kolumbiaiak, másnél a fehérek. Ezek a cannabis, vagy ez a fű utánzat, Michael, milyen neve mindig elfelejtik. Mindegy, nem ez a lényeg, nem erre akartam kitérni, hanem a pirosak is benne vannak. Igen, pirosak is benne vannak. A LSD része a pirosaké, a fű része meg a fehéreké. Igen. És nagyon védik a területet, a fehérek helikopterre, a pirosak hajóval, minden egyes pillanatban megőrzik. De kik azok a fehérek? A White Widow az övéké. Akkor úgy mondom neked, mikor lesz, hogy azok a fehérek, akik valószínűleg ellabolták a Leóékat. Si. Kolumbiaiak. Igen, ők azok. De most a felhívásban a fehéreket keresik, azok mi vagyunk, vagy nem? Nem mi vagyunk, nem. Mi már nem vagyunk fehérek. Mondom, akkor leszel... jóban vannak, és akkor emiatt keresik, hogy mi történt velük. Értem. Most. És lehet összekapcsolni ezt találni a kettő dolog közt, hogy ők ketten esetleg... Nem. Legalábbis még nem. Azt a későbbiekben lesz a helyzet, azt a kontinenten lehet a fehérek? Jóban biztos jobban vannak, hogyha együtt rólják. Kurva jóban vannak. Szerintem puszipajatászok szőtszétemben. Én már szövetségre ezt gondolni merek. Pirosokkal nagyon kell vigyázni, nem olyan rég vannak a városban. Nem, egyébként most itt visszatérve a hangsúlyra, nem velük van a probléma. Mondom, a pirosokkal van baj, mert igazából velük semmi gond nincsen, mi is tudjuk csinálni ugyanúgy a dolgokat. Viszont az RSD, amik a pirosok csinálnak, azt semmiféleképpen nem engedik ki a kezük közül. Tehát egy limit van, addig tudjuk csinálni, felette a megfognak, megbasznak, vagy akarom mondani, bocsánat, hogy nyelven meg nincsenek. Ha meg nincsenek, akkor is, hogyha továbbadjátok, tehát konkrétan nem tudtok semmit csinálni, csak tőlük. De akkor mi nem a fehérek vagyunk. Mennyiben megy most az LSD? 120 darabja. 120. És ezt csak a szigeten lehet akkor beszerezni. Szi. De nektek mennyi van? Jelenleg folyamatban van a gyártása, viszont nektek egy 100-asért odaadjuk, ha úgy van. Srácok? Jó. Viszont cserébe annyi, hogy akkor... Azért mondták az 50-es. Mellette azért, ha tegyük fel, többek kell szednünk, és figyelnek minket a pirosok, akkor lehet, hogy szólunk, amikor mi kín vagyunk, hogy védeni kéne. Helikopterre kell benézni. És most van nálatok LSD? Most nincs. De nem tudom, mikor lesztek legközelebb. Ha esetleg a holnapi nap folyamán vagytok, akkor tudok nektek adni. És srácok vannak szerintem. Jó. Valaki akkor nem szeretne bűröntem egy boltot vagy egy bankot. Volna. Mondom. Jó. Ezt a városba este felé. 4-1-2. 1-4-6-4. Mert az LSD, látjátok, megborul az ember, de rögtön feltölti. De figyeljetek, akkor így, hogy az LSD... Farkas.
Így, hogy az LSD képbe került, akkor a srácaimtól is kérdezem, hogy akkor háttérbe szorult a herbál meg a fűfogyasztás? Jelen pillanatban, Mártin, ez az a helyzet, hogy a herbál és a fű már nem lehet csinálni. Tehát ezeket már nem fogjátok tudni megtalálni, megtaláljátok, de már nem fogtok tudni gyártani. Még nálunk is van, de már nem lehet ez gyártani, hanem most úgymond a szigetre kerültek át, ezt mindenki tudja csinálni, csak ugye itt most a nagyhatalmi harc megy, hogy most ki mit foglalt be. Tehát például most a pirosak azt mondták, hogy ők csinálják az LSD-t, és senki másnak nem adnak. Most azért merek erről beszélni, hogy a pirosakkal ti is rossz bajtok, meg én azt gondolom, hogy Mártin, ez a mi barátságunk azért már egy ideje persze, megvan. Persze. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy... Itt vagytok, srácok, rádió? Ugye, ezek abból a szempontból jó cicok, olyan például mindenki jöjjön haza, ha itt van Mártin, ez az LSD is az nem is lesz tőle hát rosszabb az életkedve, jól gondolod? Nem sokára megyünk. Igen, tehát az LSD-től nem lesz rosszabb az életkedve. Hát érdekes információk. Ezek sokkal erősebb dolgok, nehezebb előállítani, a gyártása is nehezebb, viszont sokkal ütősebb. Szóval mondom nektek, egy százasért odaadjuk például az LSD-t is, ha cserébe... Igen, a pénzt adott ide, meg hát mondott meg valami. Állapodni abba, hogy amikor... Uha, bajba vagyok. Látjuk, hogy kint vannak, akkor... Hát bajba vagyok, chat. ...tudjunk szedni mi is, ha például több kell. Vagy ha bajunk van a pirosakkal, akkor tudjunk szólni nektek. Jó, mikor akarjátok ezt csinálni? Ma este fogjuk. Srácok, ti itt lesztek még helikopterre kísérni őket? Hát én itt tudok lenni szerintem. Mikor? Pontosan? Ma este. Egy óra múlva szerintem legkésőbb. Akkor lehet még a Szentesis van, akkor lehet, hogy ő lábízom a feladatot. Én fixen nem tudom, hogy meddig vagyok ma. Azért mondom. Leújéknak. Hát 50-50. Jó. Ki lesz annak szól? Mennyi LSD-t vegyünk, srácok? 100-ba. 100-ba? Lehet, hogy mi is mennénk. Csak 200-at bő. Egy biztos rajtunk keresztül tudjátok csak, mert más nem engednek be a szigetre. Mi is úgy lobbiztuk ki. Aha. Mi van akkor? Ön akkor veszünk 400-at és két felé osztjuk. A hóembeléknek. 400 az jó? 400, szerintem az megfelelő mennyi. De elő tudjátok állítani a 400-at? A 400-at? Hogy a VR-ben? Hát, micsoda, megcsináljuk a persze. Mikor rakja. Jó. Srácok? Amikor tudjátok. Ja, amikor ráértek és meg tudjátok csinálni, és akkor átvesszük a 400 darabot. Viszont srácok, egyet kérek tőletek. Kérdezik, nem tőlünk van egyet. Nem tőlünk persze, van, persze. És nem tudjátok, mert ez az a baj, hogy ebből nagyon csúnyán megütetjük. Tehát figyelj, hogyha a pirosak meg ezek a fehérek uralják, hát kimegyünk, azt rendet rakunk, az tietek lesz az egész sziget. Végülis az is egy megoldás. A fehéreket is befehítjük, elkapjuk őket. Meg ezt, hogyha nem működik, akkor kimegyünk mi a szigetre és rendet tartunk. A fehérekkel nincs gondok, ők nem mondták azt, hogy ne gyártsunk. Ők azt mondták, hogy jó fejeknek tűnünk, vagyis azt csinálunk az ő területeken, amit akarunk. Azt, a pivosak... Leginkább az LSD-vel van probléma. Az LSD-vel van baj, micsoda, a fehérekkel szarjátok le velük, nincsen gond. Jó, hát akkor szólunk, konzultálunk a piroszakkal, egy utólag, majd itt, amikor azt intézzük, aztán szólunk nekik. Figyelj, addig ne szóljatok semmit, ameddig nincsen gond. Ha van gond, akkor szólt. Akkor ja, szól, először szépen fogunk szólni, tehát először megkérjük őket, hogy azért picit vegyenek már vissza, aztán ha nem működik, akkor majd először akkor folyamodunk, de... Darab, így van. És óvatosan, hogy mit mondtok, mert borzasztó hamar kiderítenek információkat pár brigádból. Merjenek kutakodni, megiszolom az összeset. Le lesztek oldászva egy eszével. Mert akkor így például, hogyha most így ezt tudjuk nektek csinálni, akkor például nektek a úgymond a drog függetlenségetek megvan oldva. Így van. Mert rajtunk keresztül tudjátok hozni. Mert mi tudunk akkor csinálni LSD-t, kokót, de meg... De akkor buldózerek is tudnának csinálni, nem? Hát igen, akkor van csak probléma, hogyha beleköpnek a lepesünkbe. Figyelj, a kokó meg a fűvel nincsen gond. Az LSD az, ami limitáltabb nekünk, de hát azt megoldottuk tegnap. Figyelj, végül is tegnap nekem csak 3-4 óra stárgyalásomba tért, de meglett. Szok a Giuliát, azt hozza vissza, aki elvitte. Hozza már neked a főkutba. Hát tartsák magukat hozzá, így van. Mondjuk mi nem tartjuk magunkat a megállapodáshoz, de ez már vendékes. Akkor számítunk rátok. Jó, rendben, megbeszéltük. Jó, köszi, viszont nekünk mennünk kell, mert otthon meg jelenésünk srácok, van. Jó, menjetek nyugodtan, csak ezt akartam, hogy köszönjük szépen, nagy királyok vagytok, akkor dumálunk majd. Megvan a cucc, akkor szólja a farkasnak is. Dobj egy SMS-t.
Menj a vízni. Ha meg esetleg pont vagy a városban, amikor megvan, akkor... Jó, én idén már csak 27-én leszek, úgy néz ki. Jó, rendben, semmi gond. Majd akkor... De ha előbb megvan, akkor szóljál itt a srácoknak, és akkor átveszik a cuccot. Figyelj már, és akkor most indítom, menjünk haza, vagy... Köszönöm szépen. Jó, de visszaviszem neked. Ja, azért mondom, hogy a bullék mi menjünk haza, vagy mi van? Igen, megyünk haza, mert azt mondta Leo, hogy fontosat akar mondani. Kedves Martin, ez lehet egy kérdésem? Persze. A kutya azt tud pacsit adni? Persze, kérje tőle nyugodtan. Csak néha nem viselkedik, meg jár a szája. Hallott róka? Holnap leszek nyelvétlen, nem a perok. Miért nem szokott de holnap... Na ott kifeküdtél, de nem volt nála semmi. Holnap ellisztedet csinálunk. Megint a nők! Megint a nők jönnek. Akkor angyalügy volt hálad, és azért... Megyünk. Azért mondom, hogy... Holnap elliszted lesz a srácokkal, meg a moderátorokkal kezdünk holnap. Közös játék vagy beszélgetés, és utána elliszted lesz a Leóékkal, a kutyulékkal, aki akar jönni a csapatból. Most? Megoldom. Hogyha nem nyílik ki, akkor két omlát viszik el. Bocsánat, bocsánat, de beszélgetek. Republikban van? Hát most olyan business volt a kérdés, hogy Tajnán most mentem le, itt meg itt az ember könyök felakítál. Hello, gyere már! Nehogy beavatkozzak fel. Jó, az... Látszap, mindenki saját tempóba haza. Köszönöm, oké. Jaj! Bocs. Bocsánat. Tetszett a mai nap? Elnézést kérek, akinek indulatosabban válaszoltam, csak néha tényleg olyanokat tud egy-két kommentelő írni, de mondom, az is lehet, hogy én gondolom rosszul, akkor meg elnézést kérek. De nem tudok mindig olyan RP-t hozni, ami mindenkinek tetszik. Én azt akarom, hogy izgalmas legyen, jó érezzétek magatok teste, lehessek gondolkodni. Jó, mert nekem néznem kell azt is, hogy ti jó érezzétek magatokat, a frakciótársaim jól érezzék magukat, a szerver jól érezze magát, és hogy én is jól érezzem magam. Nagyon igyekszek, higgyétek el nekem, nagyon igyekszek. Vagy mondjátok meg hol van, azt akkor elmegyünk, kérte, mert itt várják. Otthon Leo még mond valamit. Kukutyújtő, merre vagy? Egyszer. Merre vagy? Én itt vagyok a benzinkút. Kíváncsi vagyok, mert mondta Leo, hogy Székely Szilárd valamit mondott. Majd beszélnünk kellene egy telefonszámot. Dominik is lehetesen sokáig. Szóval vagyok ész. Meglátom van a bíj, ez legyen a jövő kérdésre. Na királyok, örülök neki. Köszi a támogatást is így karácsony fele. Nagyon élem. Ja, hát ez általában a fiatalabbakra hat érzékenyebben, hogyha nem úgy döntök, ahogy ők akarják. De ezzel nincs semmi baj. Nem tudom, hogy milyen színűek vagyunk, nem tudom, hogy neveznek minket. Itt a városba. Jöjjás itt az ott. Úgy, nagy semeköd van. Úgyhogy holnap még lesz egy ilyen karácsonyi időnk. Neked van nagy feneköd? Micsoda? Neked van nagy feneköd? Mert nem persze, látok meg büdös is. De a kutya még fokhagyma szagú a kutyoli, képzeljétek el. Hát már szagultam most egy gitetemben. Tényleg? Éjszaka? Olyan tűnös út, mint a fű. Miért szagoltad a kutyoli? Forszerpi, ha líder, árulj el a csapatot. Hát már meg kell például a tuszi ilyen tudni. Igen. Az üzenetben benne volt. Igaz, tömpelőd? Benne volt az üzenetben. Tessék? Segbe puszilom, vagy mit írtam ott. A főnök is elárulhat, hogyha úgy dönt. Melyik? Forszerbi az rá erőltetést jelent. Ehért. Én vittem a... Ráforszoljuk. Már létszi, már itt várunk. Könyvű, gyere már ide. Hát fullos a izé. Valakit le kéne, akkor pakoljunk itt. Viszont a jövő ide, most nem tudok lenni. Igen, írjátok le Vanabinak a force fogalmát, és akkor úgy tudni fogja. Oké. Ott jól a tömpük. És itt a jeepes értékből ott hol van? Úgy, de egyszerűen. Hova kell menjek? Úgy. Megyek. De így vége a Stiflersnek, nem? Mark, történt eddig valami? Vagy... Hol a tíz tárca azon, Martinez? Az elején.
Nem látod? Hát ez miért a disztánció? Ez de füstöl, az a baj, hogy hamar lefüstöl. Képzeljétek el, hogy raktam bele, mit? Turbót, meg féket? Ja, de a páncél 220, meg a motor is 220 körül. Az páncél ne tegyél be, mert fölösleges, hogy le fog füstölni. Ez micsoda? Micsoda? Amúgy jó alakja, nekem tetsz. Hát de igen, a hátulja az egy kicsit, de kérdezik, hogy nincs rajta rendszám. Igen? Hát a rendszám alatt. Nincs rajta rendszám? Ilyen nagyon furcsa segge van, nem? Hát enyém is furcsa, de a kocsi is. Olyan, mint a témát. De megy 3-5-et, 4-et. Mi van? Mi? Hát így, hogy raktam bele pár dolgot. Mi? Megcsináljátok, használjátok, próbáljátok ki majd. Mondanom szerül lehet, csak jó, én nem fogom megszerteni, mert 10 000 elment ma. Az eleje viszont jó néz ki. Ja, de tényleg a hátulja az tényleg hát, egy kis rotyi, nem? Három személy, nem én mondtam. Nem mi mondtuk, nem mi mondtuk. De illik hozzá, nem? De nézd meg, hogy két személy... Mi? Ja, mi? Három személyes. Figyelj, nem három személyes, egy személyes, és ide üsz hátra, nézd meg. Figyelj, beszáll. Két személyes. Két személyes, kutyuli. Nézd meg, a rók hátra üt, nézd jó meg. Van, de akkor miért van ott még egy ülés? Érted? Jó, ja meg utána, hogyha a várról megyek applikáción, akarok a vezetőséggel beszélni, jó? De jaj. Egy pár percet. Az nem hátra is, te. A fegyver, azt a fegyver szeretném visszaadni majd. Milyen fegyvert? Amit kaptam. Kitől kaptam? Mi ez a narancsét? Maradjon nálad. Mi ez a narancsét? Hello, Jassus! Hello! Generálba kapottam, mert nálam zárva van. Meg tudta, vissza tud jönni a pirosavos, mert elvittek az UFO-k. De akadt a szemem. Pont itt haladtak el, azt a cipőpasztát. Mártin, ez itt vagy még a városban? Igen, jövök a hátra a fotelhez, hogy elmond. Mi itt vagyunk főpublikban, azért mondom, hogy egy kicsit késünk, ha netán rész a városból, egy 10-20 perc, hanem akkor írd le a számodat, aztán felhívlak és elmondom neked. Neked jó, megvár, ha most indultok, gyertek, itt vagyok. Rossz előzetem van amúgy. Nem tudom, mit akar mondani, de nekem is. Nekem nagyon-nagyon rossz helyzetem van ezzel kapcsolatban. Hát nekem is. De az újoncok elmondhatják, hogy érzik magukat, min kellene változtatni. Remekben egyébként. Az Infinity-n már csak ha ezt nem szeretem, akkor tárgyalunk és akkor ti unatkoztok ott. Mártin, ezt küldöm haza a kopaszt. Jó. És a kopasz elmondja neked, hogy ilyen helyzet. Állunk, el vagyunk mi. Figyelj meg, most megmondom, hogy a Székely Szilárd megkérte őket, hogy köpjenek lólunk. A Székely Szilárdnak nem szabad elhinni semmit. Mit mondtam, Martinez? Mit mondtam? Nem szabad senkinek se hinni. Hát még akkor neked se higgyek? Csak hogy lesz most főnök? Nem úgy mondom. Főnök, hogy lesz most a hántait? Adogatjátok egymásnak minden nap már? Az komoly? Adott pár linket az a helyzet. Úristen! Beteg. De hol van Róka, majd átküldöm neki is. Ja, meg tudja osztani a prémiumát, ugye? Igen, ez az okay. Úristen. De Farkas, miért kérdezed, én így vagy, hogy neked nincs a linket? Nem, a Farkas vászinket kér az elhelyzet. Haza már. Ja, igen. Úristen, ajjaj. Az baj. Farkas a rossz fiúk. Igen. Az. Rosszfarkas.hu. Nem baj, Farkas. Jó van. Elnézzük neked, Farkas. De csak ma. Amúgy a hölgy, a cica lány, ugye Óci a Tylernek a barátnője. Azért küldi. Ó, Istenem. Na kíváncsiak, mit akar mondani a kopasz. Idén már csak 27-én jövök, srácok, lányok. Ha meg... Karácsony lesz. Meg hát ide a városba, mennek majd a sorozatuk. Ide a városba 27-én kutyuli. Ezt figyelj már, hónap milyen manókkal játszol te? Nem tudom, de veled nincs kedvem, csak mondom. Szegény! Szegény! De úgy szeretem. Szia! Hello! Leülhetek mellé? Persze, a kutyuli itt csak megsértődött. Nem baj, majd az ölembe. Gyere kutyuli, majd én játszok veled. Mindjárt meg, addig jövök, megsimogatom. Kopasz megjött, nem? Megsimogatom a fejét. Itt csak ott volt a rendőr, és nagyon szúrt a szememet. Szegény kutyuli. És szerezgettem. Az a városnak volt. Mindjárt 700 like, köszi chat. Most akkor már rég utána jött volna. Na itt van kopasz. Na hívjátok kutyulit is, mert itt van kopasz.
Kutyuli, légy szíves, gyere vissza. Na, akkor hallgassuk kopaszt. Na, hát cégezzel csak a pénzt adta oda a tombolára, de igen. Viszont egy olyan infót mondott, hogy bármelyik pillanatban elutazhat Magyarországra. Ez egy jó hír, ez az. Hála Istennek! Az nem jó hír, mert én na, még le akartam rá, vadászni. Na várjál, te is odaérsz. Na várjál, van ilyen hál' Istennek. Nagyon jóban vannak, amúgy észrevettél. Tudtam én, hogy együtt fognak nyaralni Magyarországon. Persze, együtt nézik a hentai filmeket. Kicsit feltűnő, hogy a főnök is most mondta, hogy megy Magyarországra. Meg a Cékely Cili is. Igen. Hát ez már enyhén szó vagyunk. Első butasítás, nem gondoljuk túl. Tényleg gyanúk! Linkeket küldözgetnek egy Martnak azért. Hú, ez több, mint rendőr és egy... Ez több, mint barátság. Több, pontosan. Rendőrfőnök plusz egy maffia főnök. Ez túl a hentai. Ez túl a barátság. Ki tudja, hogy esténként hova bújnak egymással. Jó éjszakát, mindenkinek megyek aludni. Mész, igen, és mit szeretsz? Szeretnék majd a főnökséggel beszélni amúgy, jó? Miután majd applikáción. Viszont szeretném elmondani, hogy én csak jövőre utazok Magyarországra. Ha székely szilárd is... Csak az ajtót nekünk, nyomcsos jött. Valakiként, jól egyszer. Indulok, indulok. Ő nem mondott időpontot, azt mondta, hogy bármikor. De azért majd utánozni akar csak. Ja, lehet, hogy azért, mert én mondtam ma neki, hogy én Magyarországra utazok dolgozni, aztán jönne ő is, egyszerűen követ. Lehet tényleg szerelmes belém, vagy valami. De szerelmes, ez biztos. Lehet. Egymást a pokoljátok a podgyászt már. Jaj, Istenem. Tájlen, néha úgy érzem, hogy féltékeny vagy. Jó, hogy nem más pokoltuk. Ezért mondtam az előbb, hogy tuti féltékeny, neki Új. Vagyunk egy pára, jaj, Joker. Jó, figyeljetek, ezt majd megmagyarázom legközelebb, de most álmos vagyok nagyon. Jó, álmos, persze, már mennél. Olyan kérdésem van, hogy tényleg nagyon sokan vagyunk, hogy mindenki jó érzi el magát. Tényleg azért mondtam, hogyha majanszat tárgyaltunk, hogy ilyenkor nyugodtan el lehet kérezkedni, rabolni, vagy amit szeretnétek csinálni, hogy nem akarom, hogy unatkozzatok. Én megkereszem rádióni, valaki szeretne rabolni, hát mondták, hogy majd mehetünk később. Ja, persze, meg nyugodtan, barátkozzatok egymás, a szövetségeseket is lehet, te cseréljetek telefonszámot, szövetségesekkel is nyomuljatok. És azért vagyunk, hogy itt mindenki jó érezze magát, és sok pénzt keressünk. Valakinek kérdése esetleg? Mit kapunk karácsonyra? Na! Na, ez engem is érdekel. A farkas ajándékoz idén, ő húzott mindenkit. Mindenki. Igen? 10 000 dollárt ad mindenkinek, azt mondta. Na, nem, 100 000. Tudod meg ki. 100 000. Az jobban hangzik. Az újoncok akkor majd a hétfőt ne felejtsék el. Én csak 27-én leszek, az nem tudom milyen napra esik, lehet szerda. Vagy kedd, de akkor azt ne felejtsék el majd beadni. Egy-két nap késés az nem baj, de azt ne felejtsétek el. Én viszont nem leszek jövő héten, szóval most szeretném majd odaadni. Mert én nem leszek jövő héten egész végig. Ezt majd Leóval tudod intézni, jó? Jó, rendben. Már tényleg kell egy nagyobb kanapé, ma nem férünk el. Majd bővíteni kell ott a bejárati részt. Visszatod a pakolni. Hát mondjuk a medve nem törpeszkedne. Lógatja a pömpijét azért. Igen, muszáj. Őt ott mint döbrögi. Muszáj lógatni. Ja, meg is verkedtem valami szerelővel, aztán keres valakit. Lehet, Kutyuli, téged keres amúgy. Mi van? Mert valami kis csávó keres téged. Jónak tettem le, hogy várja, akkor... várjunk, aki oda... aki ingyen szeretetet nekem, olyan. Lehet. Ja, nincs kérdés, akkor megyek. Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, és találkozunk majd. Viszont kívánok. A vezetőséget. A vezetőséget kérem majd akkor megbeszélésre. Pömpi, ez egy jó játék. Igen. Ez egy jár. Sziasztok. Sziasztok. Nem akarok még mondani neked valamit. Mondjad. Megállsz egy pillanatra. Na, mondjad. Ha sikerül, akkor itt szeretnék egy ilyet adományozni. Sziasztok! Halló, jó pömpölő! Jó éjszakát, jó éjszakát! Nyom a pömpölődet! Tyler, majd szóval, hogy van az a csúcia. Sehát mindjárt 700 like, köszönöm, remélem jól éreztétek magatokat. Hát jövőre még jobb RP-kkel készülünk nektek. Menjünk saját izébe egy simba. Változatos lesz, ugye magyar szerveren is fogunk játszani, ahol rendőrök lesz. Itt pedig kiderül, hogy mi lesz. Szeretném, ha izgulnátok egy kicsit.
És ne értsen félre senki, én tényleg azt akarom, hogy mindenki jól érezze magát. Farkas, itt vagy, vagy Tyler. Holnap mi még találkozunk streambe, Cseh, jó? Ki lesz itt holnap? Kipróbálhatjátok a kocsit, jó éjszakát. Figyelj már srácok, egy kérdés. Le van füstöm, mert megszerelem. Megyek el a városba, esetleg az Infinity-t itt hagy. Holnap találkozunk még. Moderátori játék, illetve ilyen kis külön kiadás meg a srácokkal. Úgyhogy, ja. Ilyen holnap ilyen kis karácsonyi külön kiadás lesz. A kutyuliékkal, Leóékkal, majd meglátjuk, hogy kik jönnek még. De a moderátorokkal 18.30-tól 8-ig a moderátorokkal beszélgetés esetleg a chatről, vagy hogy mi újság, ők hogy látják a dolgokat. Őket csak így a chatről ismeritek, így hang alapján nem nagyon. Beszélgetünk egy kicsit. Az ajándékuk holnap érkezik meg, a moderátorok ajándéka. Ezt majd meg szeretném mutatni, szerintem holnap élőadásban, ha megérkezik. Jó? Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, hogy annak ellenére, hogy van véleményetek, tisztelettel beszéltetek a cseten. És köszönöm a támogatásokat, tagságokat, subgifteket. És ja, ennyi. Mindenkinek jó pihenést szeretnék kívánni. Kitartást a munkához, suliba már szidett van. Akinek munka van, mindenkinek jó pihenést. A tagok rögtön visszanézhetik az élőadást. Jó éjszakát mindenkinek.